Bizonyos változások történtek, ugye polgármesterre lehet ugyanúgy egyre szavazni, mint eddig, viszont képviselő testületi jelölt már csak 6 lesz. Tehát 6-an kerülnek be, és fogják jövőben eldönteni a települési sorsát. Meg szeretnék kérni önöket arra, hogy ha a polgármester jelöltek befejezik a programbeszédüket, akkor ezt követően lehet kérdéseket feltenni részükre. Szeretném olyan kérdéseket tenni, amelyek fel van, hogy a közösséget érinti elsősorban. Nem egyéni problémákra kellene koncentrálni, hanem a települést és a közösséget kérdéseket. Remélem, hogy nyugodtan és az elmúlt években megfelelően, ahogy lezajlottak ezek a fórumok, a jelenleg is így fog lezajlani, és mindenki jó érzéssel fog távozni a mai estéről. A polgármester jelöltek bemutatkozásával is programbeszédével kezdünk, egy 7-8 perc áll rendelkezésükre, és mint mondtam, utána kérdéseket lehet tenni, intézni hozzá. Sorszámot hoztak a polgármester jelöltek, és ez szerint ez alapján kérném első két modern jelöltet, hogy tartsa meg a beszédét, vagy beszédét, programbeszédét. A képviselő jelöletek, ők 3-5 percet kapnak arra, hogy visszafoglalják, hogy miért is szeretnének képviselő lenni, és miért szeretnének tenni a településért. Akkor felkérjük a Egy-kettő hallani? Tehát először is köszönetemet szeretném kifejezni azért a megtiszteltetésért, hogy az újjelölésemre szükséges támogatásokról biztosítottak. Hagyományos kifejezéssel élve magamat régi új polgármester jelöltet ajánlom a város azon választóinak a bizalmába, akik előtt és akik szemében bizalmat nyertem az elmúlt 4 év eredményének tükrében. Újabb megméretetésemhez bátorságot és erőt ad az együttérző választópolgárok bizalmán túl az a hasznos tapasztalat, melyet az elmúlt időszak alatt szereztem. A választási programtervem összeálltásánál legfontosabb szempont volt a településünk egészét érintő, problémákra választ adó, megvalósításához széles társadalmi összefogást kívánó fejlesztési folyamatok továbbvitele és az újak elindítása. Ez nem jelenti azt, hogy a kampány helyében túlzó és vállalatlan ígéretekkel szeretném megnyerni az önök bizalmát. Számomra továbbra is elsődleges a számon kérhetőség, a hitelesség, melynek szellemében végeztem eddig munkámat, szolgálva a település érdekét. Céljaim, amelyhez kérnem az önök és a leendő képviselőtársaim bizalmát és támogatását. A hosszú távú és fenntartható működés biztosítása, intézményeink stabilitásának megőrzése, a takarékos gazdálkodás folytatásával. A forráshiány összegét a ciklus végére nullszaldó közeli állapotba szeretném hozni. Munkahelyteremtésre irányuló kezdeményezések további keresése az ipari park kialakítási lehetőségének figyelemmel kísérésével. A meglévő munkahelyek megőrzésének támogatása érdekében további helyi adócsökkentési lehetőségek vizsgálata. A hamarosan kiírásra kerülő csapadékvízelvezetési pályázat benyújtása a már meglévő terveink alapján. Erre jó eséllyel pályázhatunk, mert sajnos a bolyszántó katasztrófa sújtotta terület volt. A katasztrófa helyzetekre való fokozottabb felkészülés érdekében egy gyors reagálású helyi önkéntes csoport létrehozását javaslom. Térségi összefogással mielőbb el kell kezdeni egy zábortározó megépítését
ugyanis a hasonló katasztrófa helyzetek kivédésének ez az egyedüli biztosítéka. 6 darab önkormányzati épületünk energiahatékonysági program alapján történő felújítása, melynek kivitelezése a jövő év tavaszán elkezdődhet. A beruházás jelentős költségmegtakarítást eredményezhet a költségvetésben, és emellett külső megújulásuk teheti hangulatosabbá a városunkat. Közterület felügyelet felálltása, büntetési jogkörrel való felhatalmazása, a szándékos rongálások, szemetelések és a településünkön áthaladó gyorshajtások megakadályozása céljából. Egységes városközpont kisvárosias arculatkép kialakításának folytatása, a terek, járdák, parkok és a Jászai téri szökőkút megépítésére gondolok. A közmunkaprogram hatékonyságának tovább növelése célom egy szervezettebb, átfogó, ellenőrizhetőbb rendszer kialakítása. Civil szervezetekkel éves települési programok kidolgozása minél szélesebb társadalmi rétegek bevonásának megvalósításával. Közbiztonságunk fokozására a térfigyelőrendszer építése november hónapban meg fog történni. Települési őrség felállítását javaslom még a bűnelkövetések megelőzése érdekében, segítve ezzel is a helyi bűnmegelőzési szervek munkáját. A köztemetőnk urnás temetkezési helyének kialakítása a meglévő tervek alapján, belső úthálózatának felújítása, a ravatalozó előterének, valamint a külső parkolójának burkolása. A kulturális élet színesítésére önszerveződő műhelyek létrehozásának elősegítése a nagy sikerű táncházak mintájára. Itt gondolok még kézműves teremre, felolvasókör, bábszínjátszókör vagy egyéb alkotócsoportok közösségi kezdeményezések alapján. Javasolnám az első lakásgyűjtők támogatási rendszerének újragondolását a testület számára. Továbbra is feladatunk az egészségügyi ellátórendszerünk szakállátási köreinek bővítése. Emellett helyi egészségmegőrző és életmódjavító programok indítását javasolnám. Relaxációs szoba, masszázsal és zeneterápiás kezelésekkel, fényterápiás kezelések és sószoba. A történelmi egyházaink támogatásának visszaállítását is szintén javaslom. Oktatási intézmények bővítése, felújítása, tárgyi feltételének javítása az elnyert támogatás segítségével már a jövő tanév kezdetére befejeződhet. A megszerzett eredményeink és értékeik megtartására való törekvés nagyon fontos számunkra, gondolok itt a művészetiskolára, központi szerepkör megtartására és erősítésére. Sporttörvényhez igazolottan támogató sportélet számára keresni kell az újabb támogatási lehetőségeket működési feltételek javítása céljából. Szakmaszerzésre irányuló képzések, tanfolyamok további szervezésének szorgalmazása, lehetőleg helyi lebonyolítása. A nyugdíjasok, egyedülállók, fogyatékkal élők problémáira továbbra is kémel figyelemmel kell lennünk. Az információáramlás és a lakosság megfelelő szintű tájékoztatásának javítása érdekében havi megjelenésű érlegek kiadását tervezem. A településünk átvezető kerékpárút pályázatának újbóli felújítását és az úthálózatunk felújítási lehetőségének további keresését. Cekeháza település rész az Abolcsántól összekötő szakaszának újbóli benyújtását, ezt a kétszer nyújtottuk be, sajnos sikertelenül, de újból be kell nyújtanunk ezt a pályázatot, sajnos az útállapota tarthatatlan. Az időskorok ellátási szimbólumának megtartása elengedhetetlen, viszont az elért eredményeknek már köszönhetően az ellátóközpont bővítése a jövő évben elkezdődik, ahol modern körülmények között vehetik igénybe a már meglévő és új szolgáltatásokat. A jövőben várhatóan megépülhet városunkban egy biogázüzem is, amely megnyithatja a lehetőséget a fürdőberuházási tervei megvalósításához. Egyben elindíthatja településünket a régóta várt turisztikai fejlesztések megvalósításának útján. Keresünk kell továbbá azokat a vállalkozásokat, amelyek számára ez a lehetőség
újabb munkahelyteremtési lehetőséget kínál, hiszen a hulladékhő felhasználására számtalan lehetőség kínálkozik. Hiszen, hogy közös akarattal és kitartó lendületes testületi munkával ezek a vállalások teljesíthetők. Terveim és kér célkitűzéseim megvalósításához kérném, hogy legyenek a partnereim, hiszen csak nagy dolgokra, közös összefogással lehetünk képesek. Ehhez kérném az önök támogató bizalmát október 3-án. Köszönöm szépen! Szép estét kívánok mindenkinek! Örülök, hogy egyen eljöttek, kíváncsiak ránk. Az ember életébe elérkeznek pillanatok, amikor számadást kell adni. Abból is számít, hogy amikor vezetőt választ, akkor 4 évente egyrészt számadást is ad. Másrészt viszont nekünk állampolgárnak el kell gondolkozni azon, hogy mi, akik nem vezetők voltak, hanem vezetettek, megtettünk-e mindent annak érdekében, hogy Apuiszántó nagy legyen, fejlődjön, megfelelően kontrolláltuk-e a vezetést, adtunk-e neki instrukciókat, ezen el kell gondolkoznunk. Mikor én is elgondolkoztam ezen, többen meg is kerestek, és akkor arra az eladállás jutottam, hogy meg kell próbálni többet tennünk, mint eddig tettünk Apuiszántóért. Hál' Istennek érzek benne erőt önmagamba is, és úgy gondolom, hogy Apuiszántó lakosságában is van egy kitartás erő, hogy ezeket a célokat, mi a céljaink, hogy Apuiszántó élhetőbb legyen, jobb legyen mindenkinek, mindenkinek jusson kegyél az asztalára, ennek a célnak az érdekében kell dolgozni. Viszont nem lehet attól elvonatkoztatni a világtól. Hát nem lehet Apuiszántót kiemelni, és akkor azt mondom, hogy én itt építek mindent, de hát könyörgöm, miből? Mi az ország helyzete? Tehát mikor azokat a célokat megfogalmazunk, amit Apuiszántón el akarunk érni, akkor nézzünk szét a világra is. Mit mond nekünk a világ? Az ország önkormányzatainak 80% eladósodott, 20%-ánál van pénz. A gazdaságkutatónak a elnöke, illetve a kormány is üres kasszát vett át. Üres kasszából fejleszteni sokat nem lehet, mert hát miből? Kérdezünk nem. Sőt, odáigazunk, hogy elvonás kell. Ugye az IMF megmondta, hogy 3%-os célt azt tartani kell a költségvetési hiánynál. Azt mondták, a kormány is dolgozott ezen, hogy a mutatók azt mondták, hogy az egyik hely, ahol még el lehet volna, az önkormányzatok. Az önkormányzatoknál egyrészt hatalmas hiányok vannak egyes részfeladatoknál, a másik részfeladatoknál pedig pazarlás van. Azért kell olyan vezetőt választani, aki a pazarlást meg tudja állítani, és azokat a feladatokat, amivel van pénz, végigvinni. A kormány mit tud még csinálni azért az önkormányzatok, hogy minél jobban éljünk? Az egyik lehetséges mód, amivel meg akarják állítani, hogy visszaállították a közigazgatási hivatalokat, hogy legyen egy kontroll az önkormányzatok feje felett. Kettő, megpróbálják a régi járási rendszer visszaállítani, hogy közelebb kerüljenek a döntések hozzánk. És ne legyen olyan, hogy például mondjuk szerencsen legyen 4 tonnaterem szántón egyső. Vagy egy ciklusban 2 uszodára is lehet nyelni pénzt az egyik helyen, a másik helyen nem. Politikai akarat az, hogy ne csak az egyéneket lehessen kárpótolni, hanem településeket is. Ugye Apuiszántó is járási székhely volt. Szerencsénk elvitte tőlünk ugye annak idején. Most a politikai akarat megvan, hogy
van egy rés, ugye Regész, Gorlát, Fony, Bizony, Vilmány, Abolcs Szántó, hogy ezek külön egy járási székhelyet jelentsenek. Ez a járási székhelyben Abolcs Szántót sikerül, ugye a politikai akaratot ötvözni a választók akaratával, akkor nyerhetünk. Két dolgot nyerhetünk. Egyrészt a közoktatás. Közoktatásnál a cél az, hogy felsőoktatást ugye koncentrálni. Hát, hogy pénzt takarítsanak meg. Nem fogják megszüntetni az apró falvakat, de a felsőoktatást azt azért ilyen nagyobb iskolákban, mint Abolcs Szántó, akinek jó a hírneve, ide kell koncentrálni. A közigazgatást megint szintén akarják, hogy ugye nagyon egyszerű dolog, egy ügyésznek egy állást, vagy egy lakást Miskolcon elállítani 10 millió, nálunk sokkal kevesebb. Ugye, már spóroltam a közigazgatáson, lejöttem ide Abolcs Szántóra. Tehát ez a politikai helyzet, hogy vannak célok, amit meg tudunk valósítani, viszont a talajon kell állnunk, és ez a talaj nagyon ingoványos és rossz. Azért ingoványos és rossz, mert ugye nincs meg a kellő pénzügyi helyzetünk, hogy nagy célokat elérünk. De Abolcs Szántó lakosságával, ha összefogunk, és Abolcs Szántó össze tudott fogni sok cél érdekében, akkor csodákra lehetünk képesek. Az a kérdés, hogy ezekre a csodákra mi akarjuk-e, hogy legyen. Ha akarjuk, akkor Szántó újra a fejlődés útjára fog lépni, és büszkén elmondhatjuk, hogy honnan jöttünk. Most ott vagyunk, hogy nem nagyon büszkén mondom, hogy akkor Szántóra jönök, mert ha jönnék, nem jönnek, akkor csak mosolyognak rajta. Nem tudom, hogy miért. Nem kívánok foglalkozni az előző 4 évvel, hát mindenki gondolkozon el, hogy az a 4 év mit hozott az életébe, Abolcs Szántó életében is, hogy milyen legyen. Én nem akarok önöknek most mondani egy évlapot, hogy válaszunk róla, hogy kacsalában forgó kastélyt fog építeni, mikor nincs rá pénz. Hát bemegy egy étterem, ugye, annyi sok minden volt felsorolva, de az ember megnézi, hogy mire jó a pénztárcája, mire elég. Rááll a célokat, azt fogjuk csinálni, ha megválasztanak, akkor önök fogalják megfogalmazni, hogy mire jusson pénz a kevésből is. De például nem fordulhat elő Abolcs Szántó például, hogy ne tudja egy Abolcs Szántó polgár, hogy például hol lesz útépítés. Mert előre meg fogjuk beszélni, melyek a legrosszabb utak, belemsoroljuk, és ahogy pénz jön, vegyünk szépen sokkal. Nem fogunk látványbeváltást csinálni a Fejó utcán vízelvező járkot, ott, ahol sosincs víz. Hanem azt fogjuk mondani, Varga utca, ott, ahol szükség van rá, ott meg fogjuk csinálni. És ott tudják a Varga utcán lakók, hogy ha egy kis pénzünk lesz, az lesz az első, amit ők meg fognak csinálni, vagy azt meg fogjuk csinálni. Ha velük végeztünk, jön a következő, de ezt a Abolcs Szántó lakosságának tudni kell. Hogy nyíltan minden döntésbe be kell vonni a Abolcs Szántó lakosságát. Ezért 3 gondolatot fogalmaztam meg, nem akarok uralkodó polgármester lenni, hanem szolgáló, de viszont nem kiszolgáló. Ehhez kérem az önök segítségét. Köszönöm, hogy meghallgattak, és sok sikert kívánok az elkövetkező 4 évben. A nagy kérdés nem az, mit hoz a holnap. Az igazi kérdés, mit hoz a tegnap. Márai Sándor gondolatával köszöntöm választási fórumon valamennyi résztvevőjét, a Abolcs Szántó választópolgárait. Igen, én is vallom, hogy holnapunk a tegnapban gyökerezik. Így van ez egy település, egy család, egy magánszemély életében is.
A település elmúlt évtizedei, különösen az elmúlt 4 év tegnapját vizsgálva, azt kell mondanom, hogy a helyzet nem biztató. Őszintén és felelősséggel kijelentem, hogy ma, 2010. szeptember 27-én az önkormányzat adósságállománya 200 millió forint nagyságrendű. Természetesen a számokkal tisztában vagyok, de megvárom az esetleges számháborút. Polgármesteri programom 4 fő pillére épül. Egyik, az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása, az adósságállomány csökkentése. A második, városfejlesztési feladatok. A harmadik, Abaúj-Szántó körzetközponti szerepének erősítése, és végül a negyedik, az önkormányzati, a testületi munka hatékonyságának növelése. Természetesen időkorlát miatt nem tudom ismertetni a programomat, napokon belül, lehet, hogy holnap után valamennyi választópolgárt eljuttatom a részletes, majd később számon kérhető programomat. Hogyan lehet az adósságállományt kezelni? Valamennyien háztartásban élünk, tudjuk, hogy ha megbillen mínusz felé a pénztárca, akkor 2 eset lehetséges. Bevételeket növelni, vagy a kiadásokat csökkenteni. Önkormányzati szinten 3 lehetőséget látok bevételnövelésre. Egyik, külső források, állampénzek idehozatala. A másik, az adóbevételek növelése, de már most mondom, nem adóemeléssel, hanem az adózók számának növeléssel, magyarul vállalkozásfejlesztéssel. A harmadik, a felesleges, nem használt ingatlanok értékesítésével. A kiadások csökkentése az már sokkal bonyolultabb. Azon már túl vagyunk, hogy elég lekapcsolni a villanyokat. Ez már kevés. Egy új, szemléletű képviselőtestületre van szükség, aki a népszerűség helyett az észszerűséget tartja szem előtt, és megtesz olyan lépéseket, melyeket tőlünk sokkal gazdagabb önkormányzatok, például Tiszaújváros, már régen megtett. Tudom, hogy bizonyos körökben azzal ijeszgetik a választókat, ne szavazz Kis Tibire, mert ő mindent bezár, megszüntet, mindenkit elzavar. Természetesen ez nem igaz, hiszen normálisan gondolkodó emberként én is abban vagyok érdekel, hogy a munkahelyeket megtartsam, mi több, mindent megtegyek azért, hogy azokat növeljem. De a munkahelyek megtartása természetszerűen nem minden esetben jelentheti a munkaerők megtartását. Én úgy gondolom, hogy nem Kis Tibitől kell félni, hanem attól, hogyha jelenleg irányvonal marad, néhány hónap és csődbe megy az önkormányzatunk, csőd biztos jön, és ő igenis meg fogja lépni a leépítéseket. De mondok egy egyszerűbbet és talán finomabb változatát a nehéz helyzetnek. Ma a pályázatok többsége benyújtásakor külön számlára kell tenni az önerőt. Miből, kedves Abaúj-Szántója, a semmit akárhány felé osztjuk, az akkor is semmi. Tovább megyek. Fennáll a veszély annak, hogy kemény magos leves és feltét nélküli főzelék lesz, hiszen a kifizetetlen élelmiszer számlák megközelíti a 8 millió forintot. Visszautalva az adósságra, annyi kamatot fizetünk több mint 1 millió forintot havonta, ami az általános iskola élelmiszer költségeit felezné. Tehát én úgy gondolom, hogy nem elsősorban tőlem, mi több az új testülettől kell félni, hanem a helyzettől. Természetesen vannak, akik nyugodtabbak lehetnek, ha szabad ezt a fogalmat használni. Bízom abban, hogy a pedagógusok a jövőben megkapják a törvény által biztosított túlóradíjakat, helyettesítési díjakat. És abban is biztos vagyok, minden éreztelés ellenére, hogy nem lesz rosszabb az idősebb otthonában lakóknak, sem az időskorú gondozottaknak. Csak azért, mert
program a második csomópontja a városfejlesztési feladatok. Én is azt mondtam, mint Holokai jelöltársam, hogy nem ígérhetek kacsalában forgó cekeházi kastély, sportcsarnokot, sem termálvizes fürdőt. De azt igen, hogy mindent meg fogok tenni azért, hogy több évtizedes álmaink, vágyaink teljesüljenek. Ezt önkormányzati szinten nem tudjuk megoldani. Vagy elviszi, vagy nem. Az idő majd választhat belemegyünk. Természetesen örömmel és készséggel folytatom a megkezdett projekteket, folyamatban lévő beruházásokat. Egy más típusú vállalkozás ösztönző, vállalkozás segítő önkormányzati szemléletet szeretnék megvalósítani, hiszen vallom, hogy új munkahelyeket csak fejlett vállalkozások tudnak létesíteni, és azt is, hogy fejlett vállalkozások nélkül nincs fejlett avószándék. Az eszközök azok sokszínűek, ebben a leendő képviselőtársak egyértelmű támogatására számítok. Én is tudom, hogy avószándéknak nem csak piactere és főutcája van. Gyárni kell mindenhol. Nem biztos, hogy díszkövön, lehet, közhasznú dolgozókkal egyszerű betonjárdák is megoldanak sok mindent. És természetesen minden vezetői és jogi lépést felhasználok arra, hogy a Szentvíz csatorna építés utáni csatatér megszűnjön, hogy a károk helyreállítódjanak. És még sorolhatnám, csak néhányat emeltem ki. A közlet-központi szerepet négy dologban látom, megvalósíthatónak, pontosabban megerősíthetőnek. Magas színvonalú közoktatásunk erre alapot jelent. A szociális ellátás, a kereskedelem és az idegenforgalom. És végül a negyedik, az önkormányzati munka hatékonyságának növelése. Úgy érzem, hogy a jelenlegi testület ebben nagy adósságot halmozott föl. Fokozni kell a nyilvánosságot, nem kampány céllal, hanem rendszeresen kell hírleveleket kiadni. És azt is vallom, hogy az előttünk álló feladatokra csak egy új összetételű, közgazdasági szemléletű, csak közösségi célokat az egyéni érdek fölé emelő testület érheti el. Mondta Gábor, hogy csökken a testület létszáma, több munka vár valamennyire. De a csökkenő létszám azt is jelenti, hogy önöknek sokkal nagyobb a felelősségük. 600-200 millió forintos biankú csekket adnak egy-egy képviselő kezébe, mert az elkövetkező 4 évben erről kapnak jogosítványt, erről dönthetnek. De úgy gondolom, hogy ez talán erre kevés lesz a harcfő, hogy föl kívánok állítani egy polgármesteri tanácsadó testületet, ahol megfelelő szakemberek segítenék a döntés előkészítő munkát, hiszen maga a döntés a bizottságokra tartozik. Végezetül magamról, Adi Endrét idézve, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek. Bízom abban, hogy a most elmondottak és a programomban leírtak, segítenek önöknek felelős döntés meghozatalában, hogy a jövőben felelősen gondolkodva, lelkismeretes munkával dolgozhassunk együtt a Bóviszántóért. Köszönöm, hogy meghallgatott. Akkor most jött el az idő, amikor lehet a polgármester jelöltekhez kérdéseket. Nem vettem észre, amikor szólítottak volna. Amikor megszólított az adósságállomány, amikor számlából bocsátkoznánk. Akkor egy pillanat, csak csináljuk azt, hogy a polgármester jelölteknek van egymáshoz kérdésük, mondani valójuk. Akkor egy 10 percet szálljunk rá, és ezt követően jöhetnek a lakossági kérdések. Egy rövid válaszadást szeretnék a számlából. Érdekében. Mai napban jelent meg egy kiadvány, egy tájékoztató levél. Nem minősítem,
egy zűrzavaros zagyva összehasonlító elemzést kaptam. Sajnos nem, hogy én nem tudok járni rajta, de olyan emberek is, akik komoly pénzügyi szakemberek is helyileg próbálták elemezni. Sajnos a hasonlót a nem hasonlóval hozták összefüggésbe. Én nem akarom minősíteni azt, hogy a 2006-os október állapotot szeretné összehasonlítani most a 2010-es június állapottal. Ez teljesen eltérő adatállomány, még akkor nem folytak be például az adóbevételek, de nem akarom minősíteni. Tehát ha mindent össze akarok hasonlítani, akkor azt is össze kellett volna hasonlítani, hogy ennek a ciklusnak a végén májusban fel kellett volna vennünk 60 képülő hitelt, amit előszeretettel sorol most jelöltársam bele ebbe az adósságállományba. Emberek, ezt 2025-ig kell visszafizetni, és ezt nem az a testület vette fel. Jelenleg az adósságállományunk most mai nappal 180 millió forint. 180 millió forint, ebben benne van a költségvetésünkben elfogadott hiány, cél és tartva van, amit ugyanúgy ott ültél és megszavaztál évről évre. Ez nagyon fura dolog, hogy belülről kifele kiabálunk. Nem vagyunk olyan helyzetben, mint amiről Tibor beszél most. A települések többsége tényleg bajba volt. Nem tudtak bért fizetni, itt egy hónapra sem csúszott meg senkinek a bére. A számlák ki voltak fizetve, a működés biztosítva volt. Az intézményeink működését maximálisan tudtuk biztosítani mind a 4 év alatt, és ne felejtsük el, hogy fejleszteni akartunk a fejlesztésekhez, pénz kellett. Én ezt írtam, mert tájékoztató levélben is lehetett volna megállt, mondani stop, de a terveket és a célokat, azokat el kell térni. Én nagyon örültem volna, hogyha ezelőtti ciklusokban, 98 óta ülök bent a testületben, ha ilyen tájékoztató levél foglalta volna össze, ilyen hírlevél a 4 év elvégzett munkáját. Nem önmagamat szeretném, a képviselőtársaimat is szeretném védeni, mert ezeket a munkákat együtt értük el, ki a magáit hozzátéve, és nem egyéni célokért küzdöttünk, hanem a közösség javát szolgáltuk. Tehát ha leírunk valamit, azok feleljenek meg a valóságnak. Két pontosítást rögtön mondok ebből a levélből. Nem tudom, ki segített a szerkesztésében, de mondjam, nem pároskodom. Egyszer pontosítsuk, a 2010. július 30-án hogyan állunk. Egyértelműen le van írva, hogy a pályázati támogatás, amit az óvodára kaptunk, az nincsen meg. Pontosan azon a napon hajszára ugyanennyi volt, szeretném mondani. Meg volt a pénz, ott volt a számlán, és a másik pedig a Viszmajor, ha leírjuk, hogy a Viszmajor mennyit kapott akkor 2006-ban az önkormányzat, ez nem így van, ez a 25.271.000 forint helyett 19.300.000 forint, de ezt célzottan fel kell használni. És még egy rövid kiegészítés, ha a pályázat, tehát a bevételt szeretnénk növelni. A külső források bevonása az azt jelenti, hogy a pályázat pénzek felhasználása az csak arra fordítható, ezzel a hiány nem tudjuk csökkenteni. A vállalkozók keresése az megtörtént, ez a testület nagyon sokat tett azért, hogy az ipari parkba betelepüljenek. 3 napot kaptunk a Forgács úrtól. Én azt hiszem, meg kell köszönni azoknak a képviselőknek, akik végig rohangálták 3 napot, letettük az asztalra a kérését Forgács úrnak, hogy teljesítsük, hogy ide telepítse az ipar. Azóta se válaszolt rá, hogy miért, ez az ő magánügye, ezt nem tudtuk kivédeni, de mindent megtettünk, hogy vállalkozásokat hozzunk a bolyszintúra. Az adózók számának növekedése pedig a gazdasági válság idején így a betelepítéssel majdnem, hogy lehetetlen. De mondom, az az érdekes, hogy ugyanezeket sorolta fel annak idején képviselőtársam, ugyanezzel próbál operálni, hogy helyzet van. Én elhoztam a kiadványát. Nagyon furcsa, hogy egy ilyen pszichodrámát ad elő újból. Én nem szeretnék úgy szívinfarktusból meghalni, vagy agyérzésben, mint Soholta Sándor. Nagyon szomorú, és ugyanazok szinte szóra szavait. Szomorú, hogy köszönöm. Én megkérdezni, hogy válasz van-e? Esetleg későbbiekben kérdés, hogy ez lesz szólás? Idesen évet azt fogalmaztam meg, hogy az az érzésem, hogy igazi választási fórum lesz a gyarul érintettek vitája. Én maradok a tényeknél. Nem vagyok hajlandó véleményt fogalmazni. Tények. 2010. pénteken, szeptember 13. 38 millió forint lejárt határidejű számlát, forrás, polgármester úr. 11,1 millió forint áramszámlát, állami telefonoperatív program, ezt ő nem írta. 25,8 millió forint folyószámlahitel,
7 millió a szélessávúra benne van, 10 millió a deszkásukorra benne van, 18,9 a 18,8 szennyvíz hitel, 62,2 euró, de ez benne van a szórólapban. Ami nincs benne. Nincs benne az a 14,9 millió forint pályázati pénz, amit a Fonyi és a Terkibányai óvoda felújítására nyertünk, és el lett költve. Lassan elkészül a munka, miből lesz kifizetve. Nincs benne az, hogy havonta, mint mondottam, több mint 1 millió fordítunk hitelre, vagy kamatra, ez 5 millió forint ebben az évben még. Nincs benne kb. 8-10 millió forint egyéb hiánya vagy számlakötelezettségből, csak egyet emelek ki, tény, nem vélemény. Az idősek otthona pályázati támogatásából 3 millió forintot elszámolás hiba miatt visszavonta. Kérdezem, ki készítette az elszámolást? Ez mind összeadva 204,9 millió forint hiányzik most, és tegyük hozzá körülbelül 4 millió, ami nem lejárt határidejű számla, és mindezekkel szemben 2,9 millió forint van az adószámlánkon. Tudom, kettő választ fogok kapni, hogy az áramszámlákra megjön a fedezet, mert az megerőlegeztük. Ez igaz. De hasonló 14 milliós nagyságrendű hitelt kell felvenni hónap végén, hogy ki tudjuk fizetni a fizetéseket. Magyarul. Jön 14, növekszik a hitel 14-el. Tehát könnyű úgy a billenszámlát kifizetni, hogy a szomszédtól kérek kölcsön, attól még a adósság marad. Köszönöm szépen. Szerencsére engem nem szólítottak meg, én úgy tudnám foglalkozni, hogy mikor mondtam az elején, hogy 4 éves számvetést készítünk az életünkről, az önkormányzat munkájáról, akkor én ennek a 11 embernek, illetve a polgármesternek 1-est adtam. Köszönöm szépen! Gyuri, szeretném esetleg elállni? Nagyon mondjam. Az őszi napfénynek a számlájára 3 millióval kevesebb értelteknik az adóberuházása. 3 millió forintban még benne van a BM önerőtől meg nem küldött támogatási összeg, és benne van a saját önerőnk is. És azt is figyelembe kell venni, képviselő úr még egyelőre, hogy az az összeg, az sajnos nem annyi volt amennyi, mert közben áfa változás volt, ami 2,5 millió forinttal növelte meg a beruházás összértékét. Tehát az önerők ezzel arányosan nő, ezzel kár most az embereket javatni, ez az egyik. A másik pedig az óvoda számláján ott van a pénz, 9,5 millió van a 14-ből igaz, de megelőlegeztük a közmunkabért, amit még mindig nem kaptunk vissza Várajától. Ezek meg fognak érkezni, megadott időben, és ezek ugyanúgy visszakerülnek. Tehát ezek megelőlegezett pénzek, sajnos kényszerűségből néha hozzá kell nyúlnunk, de ott lesz a pénz. Nem úgy, mint annak idején, amikor én átvettem, és az Ady Endre út pénze nem volt ott, ez egyik. A másik, képviselő úr, még most is azt mondom, amire 2006-ban szeretnék egy nagyon rövid reagálást. Akkor más célért, másért ült le ebbe a székbe. Nagyon röviden, és egyszerűen fogom elmondani. November hónapban beteg lettem. Idegisszomlást kaptam azért, mert azt az állapotot, amit átvettem, sajnos nagyon nehezen tudtam lereagálni, baj volt. Képviselő úr, 4 szem közt beszélgettünk, nem volt igaz tanúrám, de ő szeret őszintén beszélni, és azt mondta, a tükrébe be szeret állni. Én akkor azt mondtam neki, jegyzőrral nekiindultunk, hogy bér legyen az emberek számára, mert ugye megdolgoztak érte, bért kellett fizetni, nagy bajba voltunk. Leink azt szállták az összes pénzünket. Harmadikára mindenkinek ott volt a pénze. Az történt, hogy összeszedtük innen-onnan, bér volt. Képviselő úr akkor azt mondta nekem, hogy butaságot csináltál, mert akkor neked 2 hétig nem szabad lett volna bért fizetni, hogy megtudják az emberek, hogy mekkora baj van szántunk. Én azt mondtam, ilyet nem tudok megtenni. Így igaz, vagy nem igaz, úr?
egyetlen egy mondat, az akkor még hiányzó 69 milliós önhiti később jött meg. Más közötti vitáját, és térjük át a lakossági kérdésekre. Ott volt egy jelentkező. Esetleg mi fogunk? Igen, kérjük. Nem, szerintem jól azt hiszem, hogy nem tudom, azzal a felvételre ide ma, hogy nem szólalok fel, amikor megkér, de bocsi, de nem tétem ki, szóval annyit szeretnék Hollóbűthoz szólni, hogy azt mondta, hogy pazar volt az előző képviselő testület, egyetértek vele, ugyanis apukám meg nagyon sok társa elpazarolta azt a pénzt, amit nekem odaadhatott volna, mint egyetemista. Ő bent hagyta, és mondott nagyon sok képviselőtársa, egyes pedig arra azért, hogy tudnák, nem pedig arra, hogy tudjuk mi, hogy mit lehet csinálni. Köszönjük szépen! Én azt gondolom, hogy tényleg olyan kérdéseket tegyük fel, ami az egész közösséget érint, és a személyeskedő fogokban nem ennyi. Esetleg mások részéről kérdés, hozzászólás. Köszönöm szépen, akkor folytatnánk az estét a képviselő jelöltek bemutatkozásával. Névsor szerint szólítanám őket, kijöhetnek és elmondhatják, hogy mit terveznek a következő években, hogy képviselő Antal János, mit szólítanak. Semmilyen szél nem kedvező annak, aki nem tudja, milyen hitet ő lehet. Hogy gondoljuk, hogy a bontárban nem hallanak? Lejjebb? Jó. Abba új szántól sem találja a helyét, a helyes irányt már néhány év óta. Úgy gondolom, hogy a választás ad esélyt újra mindannyiunknak, hogy változtassunk ezen. Kedves választópolgárok! A önkormányzatiság lényege az, hogy mindig olyan emberekre bízzuk ügyeink intézését, akik bizonyítottak valamilyen területen, rendelkeznek elég tudással és felelősek. Meggyőződésem továbbra is az, amit 4 éve is röviden elmondtam, hogy egy sikeres helyi csapatnál nagyon fontos a polgármester személye, ő a település lelke, ha céltudatos, ha határozott és ha elszánt. Természetesen per körülmények között dolgozik. Az önkormányzati testület másik, a sikeres helyi csapat másik döntő szereplője, motorja, egy felkészült és a törvénynek mindenek felett érvényt szerző jegyző. Garanciája pedig az itteni munkának az lesz, hogyha motivált és a települési érdekek iránt elkötelezett emberek dolgoznak. És az elkötelezettségüket cselekvés is bizonyítja. Nem csak az, hogy beülünk, meg szavazgatunk, de szerintem sokan azt sem tudják, hogy miről van szó. Tehát a lélek, a motor és a garancia, ez a három nagyon fontos pillér, ahogy elgondoltam az elmúlt 4 év eseményeit, feltettem magamnak a kérdést, és hol van. Szerintem kicsit költői a kérdés. De még mindez kevés ahhoz, hogy sikeresen menjenek szántó ügyei, hiszen mindenki tudja azt, hogy nagyon becsületes, tisztességes, felkészült csapat sem tud jól dolgozni, hogyha azok a helyi szabályzatok nincsenek megfelelő, korrekt, törvényes keretek között lefektetve, és ha már meg is vannak, mert azért már léptünk előre, de betartva minden szinten. Aztán nagyon fontos, hogyha már bekerülnek 13-an vagy 6-an egy testületbe, akkor ők azokban a bizottságokban, amelyikről néha döntések bekerülnek a testület elé, ott mindenképpen hozzáértő, felelős munka folyjon, és ezzel megkönnyítsék azt a döntést,
aminek sokszor kényszervedésképpen szemtanúi voltunk a Kábel TV közvetítései során. És természetesen nem elhanyagolható az, hogy sikeres legyen egy testületi, egy önkormányzati vezető munka, hogy nagyon felkészült, közigazgatásban lelkesen szolgáló köztisztviselői kör álljon egy ilyen testület mögött. Hat fontos pilléről ejtettem röviden szót, hiszen a három percben nem fér többe, de azt gondolom, hogy mindenki érzi, hogy ezek nagyon fontos, meghatározó pontjai az önkormányzati munkának. És ha bármelyik ponton a hat közül valamelyik láncszem gyenge, ingatag, akkor a testületi munka hatékonysága nagyon sérül. Hát Szántónak mind a hat ponton vannak javítani valóim. Sajnos igen gyenge 4 év van mögöttünk, én is úgy érzem. És igazából nem is célszerű tovább ezt erőltetni, mert mindannyian sokat fogunk veszíteni ezáltal, akik itt élünk. Én úgy gondolom, hogy halaszthatatlanul fel kell számolni ezt a mostani érdekszövetséget, ezt a torz hatalomkoncentrációt, és ezeket az elfogadhatatlan módszereket. És nagyon vágyom már végre arra, bárki kerül is a testületbe, hogy végre legyen már egy tiszta szellemű, a települési érdekeket előtérbe helyező, egy hatékony, cselekvőképes csapat, amelyik tisztességesen, felkészülten, felelősen, kiszámíthatóan és mindannyiunk megnyugvására viszi előre a település ügyeit. Ez az én vágyam, tervem, és úgy gondolom, hogy ha igényeim vannak, és elégedetlenkedek, akkor mindenképp valamilyen szinten legalább azt a hitet vissza kell sugároznom önök felé, hogy én ilyen szellemben szeretnék részt venni ezekből a komoly feladatokban, és különösen jól képzett és felkészült EU-s szakemberként kínálom fel most a jelentkezésemet, természetesen akkor, ha bizalmat kapok önöktől. A céljaimat pontokba szedtem, röviden kifejteni nincs módom, de azt gondolom, hogy sok már vissza is köszön az előbb elhangzottakból, hiszen valamelyik felelősen gondolkodó ember azért a nagy súlypontos kérdéseket érzi, szeretné megváltoztatni, és amikor felolvasom ezeket a célokat, nem tettem köztük sorrendet, de úgy gondolom, hogy a legelső kettő lenne a legfontosabb. Ez pedig az, hogy tiszta, üde, közösen érlelt, nyilvános tervek, következetes döntések, és a döntések után végre hatékony megvalósítás. Én ezt úgy tudom elképzelni, mint ahogy nagyon sok település a környékünkön már dolgozik, Tokajtól Hernádnémetéig, de bármelyik intézményére vagy települési honlapot ajánlom figyelmükbe, nézzenek utána, hogy ha már minden település vagy önkormányzati ülés előtt előre ismernénk azokat a határozati javaslatokat, amelyeket majd a 6 vagy a régi 13 fős testület egyáltalán meg szeretne vitatni. Ezért számomra nem elégséges egy olyan hírlevél, ami így sorolja fel, hogy hoztunk 12 határozatot, ennyi döntést, meg nem kit érdekel. Az a lényeg, hogy a munka folyamatától, a kezdetektől a végéig nyilvánosság előtt zajlanak a ügyek, igen, köszönöm. És ehhez mindenképp az kell, hogy honlapunkban, internetek világában élünk, de mindenképp megismerhető, és az előterjesztő személyével feltüntetett határozati javaslatokat szeretnék nézni, és akkor ha már van egy, rövid leszek már egy mondatomban, ha már van egy döntés, akkor utána jöhetnek a hírlevelek, hogy ezekből az előterjesztésekből a testület szakmai döntést miért hozott. És akkor még talán egy mondatot magam mellett, mert jó téteményeket elfogadni annyi, mint eladni a szabadságunkat, és
megnyugtatásképpen úgy gondolom, hogy ha már kampányolok magam mellett, a legnagyobb érdemem az, hogy nem vagyok elkötelezett státuszban senkiben. Kérném a képviselőjelölteket, hogy tényleg szólítkozzanak a 3-5 percre, mert sokkal, ez majdnem 8 perc volt. Mert akkor nagyon később tudok végezni. Kérem, belőle szólítást. Lehet, hogy még be se tartom. Én úgy gondolom, hogy először is azzal kezdeném, ami döntött, hogy elindultam. Én is azt mondom, ez nem mehet így tovább. Valamit tenni kell. Jelenleg is vannak a képviselőm olyan emberek, akikben jóval vagyok. Én nem akarok senkit hibáztatni, de hiszem, hogy lehet ezt jobban is csinálni, mint elég csinálták. Nem csak az utolsó ciklus, hanem az előtte levők is. Én leírtam a programomba, hogy mit szeretnék nagy vonalakba, talán nem is egész nagy vonalakba, de most két dologra szorítkoznák. Ezt az egyik polgármester jelezte, hogy először is meg kéne azt nézni, hogy mindenki a törvénynek adta a lehetőségét, hogy adózik ebbe a településen. Úgy kicsi, mint nagy adózó. Erős a gyanúm, hogy nem úgy van. A másik, most veszekedünk, hogy 0 forintból mit fogunk megcsinálni, semmit szerintem. Ehhez az kell, hogy először is saját házunk teremtenünk rendet, a saját házunkra jön esetben az önkormányzat, vagyis a polgármesteri hivatal és annak hozzátartó intézmények. Én most hiába fogok itt diktálni, hogy takarítsuk a Szerencse patakot, meg stb. Ez attól fog elvenni, amikor ha valaki nem engem, hatunkat megválasztják, nem akarom magunkat belérteni, azt a hatfőt megválasztják, oda jön majd a adott helyiség és vázolják, hogy mik vannak, mi a tények. Akkor majd ott bizonyítanom megválasztó képviselőt. Köszönöm, bizonyítanom. Következő Fehér Attila. Fehér Attila esetleg itt van a teremben, vagy előtérben? Vagy nincs. Szívből köszöntök mindenkit. Amit elhangzott, az egy rágalmazás volt a régi testületre. De egyet mondom, most eljutott a képviselő a megyei közgyűlés elnöke. És csak annyit mondott, hogy továbbra is gratulál a régi testületnek, hisz nagyon jó úton megy számítok. Ugyanis több ilyen képviselőtársa kell lenni, nem pedig, hogy most be akarok kerülni és rágalmazom őket, hanem el kell jönni és tenni kell. Ez a testületi tag bármelyikünk tett érte. Mindegyik ott volt, mindegyik dolgozott, becsülettel. Van, aki fél évente eljárt egyszer testületülésre, és van, aki 3-4-6-kor felállt, mert ő ment focizni. Ilyenek nem kellene. Olyanok kellenek, akik dolgoznak és tesznek ezért a városért. Én azt hiszem, hogy bármelyikünk is tett, és fog is tenni, azt a magot meg kell hagyni. 33 éve élek a Bújszánton. Iskoláimat is itt végeztem el, illetve a helyi sportéletben is több éven keresztül aktívan részt vettem, amit továbbra is a fiatalok figyelmébe ajánlom, mert nevel és csinálni kell. Továbbra is fontosnak tartom a Bújszántó jövőjét. Ezt a kisvárost fejleszteni, fejlődni kell benne, mert itt élünk, és nagyon meghatározza a jövőt. Azt, hogy jó irányba halad a Bújszántó, ez tény is való. Ezt elmondtam. Önzetlen munkával dolgozunk, képviselődíjunkat nem vesszük fel, adott például a Fő utca. Például alatt a Petőfi utca, amiben komoly munkák vannak képviselőknek, anyagi munkái benne vannak, anyagi hozzájárulásai vannak. Ezt csak az újaknak mondom el, mert nem szép így bekerülni egy testületbe, hogy rágalmazzák a többieket. Az biztos igaz, hogy gazdaságilag nehéz ciklus zárt ez a testület.
Ugyanis ez az állami csökkentett állami finanszírozás megnehezítette az önkormányzatunkat, illetve valamennyi önkormányzatot. Itt csőd nincs. Itt nincsenek olyan nagy hiányok, mint aki egy-kettő bekreált. De ez csak azért van, mert mindenki betett a képviselői díját, és önzetlenül dolgozott. Az igaz, hogy a 2003-as normatívából 2010-ben nem lehet gazdálkozni. De ezt tudod te is, Laci bácsi, meg Tibi bácsi is nagyon jól tudja. Ugyanis akkor 40 forint volt egy köbméter gáz, most 140 forint egy köbméter gáz. Ha az állam nem küldi le azt a pénzösszeget, amely elég a működtetésre, azt az önkormányzatnak kell hozzátenni. Egyet tudni kell mindenkinek, hogy ezt a testületet a költségtakarékosság jellemezte. Ez meg is mutatkozott abban, hogy nem nő, hanem csökken a hitelállományunk. Ugyanis én ide jöttem 2006-ban, tudtam akkor, hogy mennyi volt, 140 millió forint körül lebegett, most ilyen 100 millió forint van. Feszegették nagyon sokan itt, az újonnan induló polgármesterokat is, meg bárki feszegette. Legutolsó testületi ülésen, nem véletlen kértem, itt vannak pont az intézményvezető asszonyok, hogy nyilatkozzanak a létszámról. Ugyanis egy-két képviselő, illetve könyvvizsgáló úr is bérszámcsökkentést emlegetett. Azt tudni kell, hogy a bérszámcsökkenés létszám leépítéssel jár. És ezt nem lehet megengedni, hogy egy dolgozó is, egy intézménybe vagy valahol is munkahelye veszélybe kerüljön. Mert családok állnak mögötte, és minden egyes családra szükség van, és elsődleges szempontunk a munkahelyek megteremtése, munkahelyek megőrzése. Ez a legfontosabb feladatunk. Az intézményeket, illetve a dolgozókat szívügyemen tekintem. Hisz itt nőttem fel, itt vagyok köztük. Nagyon jól tudják, hogy az üzletben nagyon sokkal megfordultam. Bárki jöhet hozzám, bárkinek a rendelkezésre állok, segítek. Továbbra is az intézmények mellett állok, illetve a dolgozók mellett állok, hisz minden egyes képviselői testületi díjamat az ő működtetésükre ajánlom. Akár az óvodának, akár az iskolának, meg még két civil szervezetnek. Mert szükség van rá ahhoz a kis pluszhoz is, hogy működjön a kis gazdaság. Aztán, amit szeretném, egyet jegyezzenek meg mindenki. Egy jó polgármestert kell választani. A jó polgármesterhez, egy jó testület kell, aki pozitívan áll a dolgokhoz, mert az pozitívan áll, az pozitívan fogják meglátni a városba az emberek is. Mert pozitívan fog kihatni a város jövőjére. Nem negatívan, pozitívan. Ennyit el szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. További sok sikert! Kérem, hallgassuk végig a jelölteknek a mondandóját, ne töltsünk el figyelmesen. Korrekt véleményt. Tisztelt hölgyeim, uraim, tisztelt apoly szántójai. Egyes érzésig kerültem ebbe a székbe, és egyszerűen nem tudtam, hogy azok az emberek, akik olyat mondanak, hogy nem történt ebben a 4 évbe semmi, és itt minden rosszul működik, minden el van titkolva, és talán itt a föld alatti szervezet működik, itt a képviselő testület, el vagyunk este. Nagyon sajnálom, hogyha ezt többen így látják, vagy bárki is így látja. Én úgy gondolom, hogy minden testületülésünkön felvétel készül, amit a tévében folyamatosan vetítik, szórólapok készültek. De én úgy gondolom, hogy attól, hogy olyan döntésekről, olyan fontos döntésekről, amiket még nincsenek tények, nem kell értesíteni a települést, hiszen az önkormányzat feladata az, hogy működjön. És utólag, egy ciklus után, 4 év után számon lehet kérni, és meg lehet nézni, azt szokták mondani az ember, aki dolgozik, a tettei minősítik. Engedjék meg, hogy beszéljek erről az elmúlt 4 évről,
és utána pedig néhány elképzelés a jövővel kapcsolatban. Hogy nem történt semmi 4 évvel ezelőtt, illetve 4 év alatt, nem tudom. 4,5 km aszfaltos utat készítettünk a szennyvízhelyre állításra próbáljára. Megépítettünk egy egészségcentrumot, ami abból szántónak régóta vágja, hogy ne kelljen Mencsre és Szerencsre és Miskolcra bevennünk. Ezt az egészségcentrumot folyamatosan fejlesztjük különböző szakellátásokkal. Hol már vérvétel, szemészet, ortopédia, hogy ne soroljon. Természetesen rögtön a tervekről itt szeretnénk következő 4 évben egy mentőállomást, és mivel Göncen nekünk van egy megállapodás, nappali szakellátással kapcsolatban, hogy óraszámot fognak átadni. Tehát még tovább tudjuk bővíteni a szakellátásainkat. Belgyógyászok és hajnásokat. Tehát a múlt az próbáltam kapcsolni a jövőt. Oktatásról. Én úgy gondolom, óriási dolog, hogy Abolcs Szántón meg tudtuk tartani a művészeti iskolát. Nem kis munka volt, és nem kis feladat volt. Olyan városoktól, mint Sárospatak, például megmondták. Mert nem feleltem meg az elvírásokat. Komoly pénz van mögötte, amit áldoznunk kellett rá, és komoly munka, rengeteg munka. Persze ezt a kívülállók nem látják, de nem is kell látni, nem csak azt kell látni, amikor a gyerekeink bizonyos időközönként föllépnek, és halljuk, hogy táncolnak, zongoráznak, és ez már mutatja, hogy valami élet működik az iskolában. Szomorú hallottam azt is, hogy nagyon sokan kritizálják a közmunkaprogramot. Valóban. Sok gond van vele, volt és lesz is. Sajnos nagyon nehéz azokat az embereket visszahozni a munka világába, aki évek óta nem dolgozik. Gyerekek, családok úgy nőttek fel, hogy nem látták, hogy az édesapjuk és az édesanyjuk elment reggel dolgozni. Mert évek óta, évtizedek óta munkanélküliből él. Nagyon nehéz, de meg kell próbálni. Nem lehet őket úgy kezelni, hogy, már bocsánat a jelzőért, mert és a példáért Fidesz azt nagyon szokta alkalmazni, az indiánok az öreget felültették egy lóra és elengedték. Nem lehet kezelni így. Nem lehet a kisebbséget így kezelni. Nagyon sajnálatos dolog az, hogy ezelőtt 4 évvel csináltak egy cigánytelepet Abolcsszántón. És többek között én voltam az egyik ember, aki felháborodott ezzel, hogy nem szabad telepet csinálni Abolcsszántón, és ma a bűnözés egyik meleg állja. Sajnálatos dolog. Másik dolog. Én úgy gondolom, hogy egy olyan képviselő testület, aki tiszteletdíj nélkül dolgozik, nem 4 éve, 2000 óta, több 10 millió forintot hagyott a városban. Ugyanúgy fölvehette volna, és eltöltette volna, mert jogilag jár. Nem ez történt. Ebből építettünk Jászai téren egy olyan főutcán, hogy idegenek végülnek az utcán, és lelassítanak a kocsival, és megnézik, hogy milyen gyönyörű a Abolcsszántónak a főutcája. És ez többek között a képviselőknek a tiszteletdíjából van. És a közmunkát, annyira támadott közmunkában dolgozó emberek készítették. És úgy gondolom, hogy jó minőség. Persze, millió helye lenne a településnek, Varga utca, Cekeház, hogy ne soroljon. Igaz. De ha piciket lépünk mindig előre, akkor talán felépítünk egy olyan települést, ahol virágos, tiszta, rendezett, és a gyerekeink, unokáink talán még tovább szeretnének itt maradni dolgozni. Én úgy gondolom, a legnagyobb probléma minden településen, nem csak a Abolcsszántón, a munkahely probléma. Nagyon nehéz céget és vállalkozásokat irehozni a Abolcsszántón, hiszen tudjuk, hogy milyen gazdasági helyzet volt nem csak Magyarországon, nem csak a Abolcsszántón, hanem a világban. Nagyon nehéz. A vállalkozások nagyon nehéz helyzetben vannak. Akik talpon maradnak és talpon maradnak, nagyon meg kell becsülni őket. De nem tudjuk igazából csökkenteni a terheiket, mert az a pénz az adójukból hiányzik. Ha csökkentjük az adót, kevesebb pénz fog befolyni a hivatalba, kevesebb pénzt tudunk adni a gyerekeinek, iskolára, könyvre és hajnosokra. Jövőképről. Hál' Istennek van egy megnyert pályázatunk, ami az iskolánál 180 millió forint. Tehát az iskolákat megint központi szerepet tudjuk egy kicsit tovább bővíteni. Mi ezt jelenti, hogy a környékbeli több iskolából, hiszen be fogják zárni ezeket a kis iskolákat előbb-utóbb, és itt tölthetjük a központi szerepet. Tehát a gyerekek, a diákokat be tudjuk ide vonni. És a gyerekek ide fognak járni iskolából, itt fognak esetleg középiskolába tovább maradni, akkor talán ki tudunk nevelni egy értelmiségi réteget, ami sajnos most Abolcsszántón nincs. Ezt el kell, hogy mondjuk.
Nincs, azért nincs, mert nincs olyan közintézményeink, ahol a végzős főiskolások, egyetemisták vissza tudnának jönni. Ez sajnálatos. Én úgy gondolom, az a busz a támogatása, ami jelen pillanatban is működik, talán egy kiugró pont lehet. Mire gondolok a kurszánál? Többek között arra, hogy most körülbelül 40 gyerek szokott kapni általában havi szinten x forintot, ami összetett, tesz az állam pénzt. Én úgy gondolom, abból számtunk sajnos most legutóbb volt egy olyan orvos probléma, hogy nagyon nehezen, de tudtunk hozni egy orvost. Miért nem lehet azt megoldani, hogy olyan gyereket célirányosan, akinek hasonló pályára szeretne menni, az önkormányzat támogassa, ne 5000 forinttal adjon neki 20-30-40 ezer forintos összpontdíjat minden hónapban. És egy előszerződés formájában, hogy visszajöjjön ide a Újszántóra dolgozni. De ugyanez lehetne, bocsánatot kérek, de a tanítók tanároknál. Sajnos el kell mondjuk, hogy a szép kor fölött vannak már a tanítóink és tanáraink, és előbb-utóbb megint olyan helyzetben leszünk, hogy 5-6-an heten elmennek nyugdíjba, és nem fogjuk tudni őket pótolni. De akkor miért nem tudjuk ezt megoldani, úgyhogy saját falunkon, bocsánat, saját városban. De ez vonatkozik az óvodában és mindenféle intézmény. Végezetül engedjék meg egy megjegyzést. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy olyan szintre mentek ezek a bemutatkozó szórólamok, ami nem illik egy jelenlegi képviselősen és egy leendő képviselősen. Én nagyon kérek Önöktől, próbáljanak meg tisztességgel és úgy kampányolni, hogy másnak a tisztességével és becsületével ne gázoljon le senki. Igazából mindenkinek sok sikert, Önök pedig nagyon megfontolt választást kívánok, és néhány embernek azt szeretném még elmondani, hogy tudomásul kell venni. A demokrácia arról szól, hogy a többség, akire szavaz, az lesz benne a képviselőtestületben, és az lesz a polgármester. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy mindenkit a számában a végén vagy az elején. Igazából én a pénzügybizottságban dolgoztam mostanáig, és itt is minden a pénz körül szólt. Mindkét polgármester jelölt ott, hogy a László is ezt hangsúlyozta ki, hogy milyen nehéz helyzet vár ránk. Tehát azt tudni kell, hogy nincs szabad játéktér. A pénzügyi stabilitás megőrzése a legfontosabb dolog a településen, hiszen a stabilitásokat elvesztjük, nem működnek az intézmények, nem lesz szabad, nem lesz iskola, nem lesz fűtés az intézményekben. A lehetséges források lehívása, erről is volt már többször szó, hogy ezek az állami források sajnos nem fedezik, amit elköltünk egy éven. Iskolához több tízmillió, nem is mondom, hogy ismerem mondani, mennyi volt kell hozzátennünk, nem az ő hibájból, egyszerűen az állam nem adja el a pénzeket. Hozzá kell tenni helyi adóból, az önök adójából, vállalkozási adóból, hitelből esetleg a dolgokat, óvodához, iskolához hozzá kell tenni. Most értük el a 5. éven talán, hogy az öreg otthona már kijön nyúlszarlóval. Ahhoz is korábban, hogy megépítettük, hitelt vettünk fel, mint tudják, nem nyert meg a pályázatot, mondták a műválasztásoknál, ki kellett gazdálkodni az előző testületnek, ki gazdálkodtuk, most már a hitel már kifutott, és most van az intézmény, hogy 0 forint, 0 szarban működik, tehát hogy kapunk az államtól, meg a bentlapok hozzájárulnak, abból a pénzből kijön évről évre. Tehát nincsenek szabad pénzeszközök, nincsenek 50-100 millió forintok évente, hogy valamire elköltsük. A kis pázok, amit elindulunk, azokat mind az önerőt ki kell gazdálkodni valamilyen forrásból, többek között többször elhangzottam már a képviselőtisztelt-díjakból. De hogy amit okot is mondjak meg, hagyjam körösséget a többiekre is, nem mondta a polgármester, el szeretném mondani, hogy van egy megnyert pályázatunk az iskolára, 200 millió támogatást nyertünk el, aminek révén összefogják, össze lesz honva a kis iskola vagy iskolával, ki lesz bővítve, új tantermek létesülnek, és bő intézményünk. A szociális otthonra 200 millió pályázatunk van, ami elbírálás előtt áll, nem sok mindegy híja hozzá. Energiaracionálási programra 150 milliós pályát van benyújtva, szintén már jó eséllyel vagyunk arra, hogy meg fogjuk nyerni. Egy tervezett biogázüzemről sem mondta, tett említést a polgármester úr, hogy az is közel áll a nyeréshez. Tehát nem csak rossz dolgok vannak itt, hanem azonra kell figyelni. Ha esetleg újra megtisztelnek és képviselnek, jelenleti választanak, a legfontosabb feladatot fogom tekinteni a költségvetési egyensúly fenntartását. Úgy, hogy a lejelenti létszámot megtarthassuk. Bevételt lehet növelni, elmondták a képviselőt, többféle módon adókat emelünk, vagy pedig beszedjük a be nem szedett adókat eddig is. Ezt már többek is elmondták előttől. Én mindig elmondom, sajnos nem tudtam erre tenni, ezt őszintén bemondom önöknek, hogy Abaúj Szántó egyetlen kitörési pontja a munkahelyek teremtése.
Ha nem települ be rövidesen egy 50-100 főt foglalkoztató üzem vagy vállalkozás, Abaúj szántó el fog sorvadni, tessenek látni. Tehát ha abból közmunkát folytatunk meg, segélyezzük egymást, akkor nem fog a település tovább érni. Ha nem lesz új munkahely, nem épülnek új házak, akkor nem fognak az ABC-nek az emberek, nem fognak elmenni a kocsmába eső délután, nem fognak menni a cipészhez. Tehát egyetlen feladata a testületnek, a jelenlő testületnek, hogy munkahelyeket teremtsen, vállalkozókat csaljanak ide. A megnyerőknek biztosítsák a működést, a feltételeket. Tetszenek tudni, jelen pillanatban is van sajnos vállalkozás, hogy halódik szántól, milyen a kiesés, hogy 50 ember nem tudja hozni a településen. Tehát ez a legfontosabb felület. A leendő képső testületre nagy felelősség hárul, hiszen eddig 11-en voltunk ebbe a testületbe, most 2-3 ember hiányzott, vagy nem húzott a sorból, még elmegy a testületbe. 6 főből, ha 2-3 fő kimarad, egyszerűen nem lesz működőképes a testület. Tehát én olvasgattam itt a beszámolókat, nagyon szépen leírtam mindenki, hogy kaszálni kell a temetőt. Én azt tudom mondani, hogy ne ilyen szempontok szerint, más szempontok szerint a testület döntő a képviselőkről. Köszönöm szépen! Az előbb röpködtek a fejünk fölött a milliók, úgyhogy úgy gondolom, hogy most már egyikünk sem tudja kisilabizálni, hogy a Abaúj szántó településnek az anyagi helyzete ugyanhogy is állhat. Ezért ebben a gazdasági helyzetben is így a milliók felett úgy gondolom, hogy konkrét ígéreteket, felelőtlenség lenne most nekem mondani. Óvodavezetőként is érzem az anyagi nehézségeket, tehát napi szinten küzdök meg az anyagi gondokkal. Nagyon nehéz az iskola, óvoda fenntartás, és úgy gondolom, hogy minden meglévő intézményén. Én mégis azt mondom, hogy megválasztásom esetén arra fogok törekedni, hogy a meglévő munkahelyeket megtartsuk, és segíteni szeretném majd új munkahelyek létrehozását. Szeretnék nem csak én szerintem, hanem itt nagyon sok Abaúj szántói szülő, hogyha a gyermekeink előtt lenne Abaúj szántón életcél. Nekem is van 2 lányom, én is azt szeretném, ha itt maradnának, ha az unokáink itt nőnének fel. De ha nem lesz munkahely, akkor ez nem fog megvalósulni. Egyre jobban csökken a gyermeklétszám, évről évre kisebb a csoportoknak a száma, és ahhoz zárjuk be az óvodai csoportokat, úgy előbb-utóbb be fogjuk zárni az iskolai osztályokat is. Ebből az következik, hogy elmennek a fiatalok, előrekszik a Abaúj szántó lakossága, és az öregek lassacskán egyedül fognak maradni a Abaúj szántón. Tehát én mindenképpen fontosnak tartom, hogy a fiatalokat valamilyen szempontból segítsük, hogy törekedjünk arra, hogy itt maradjanak. Ehhez nem csak az én céljaim kellenek, hanem azoknak a képviselőtestületi tagoknak a célja is, akik majd esetleg bekerülnek ebbe a testületbe. Törekedni szeretnék arra, hogy Abaúj szántó méltóvá váljon kisvárosi rangjához. Szerintem sokkal tisztább és rendezettebb is lehetne, és itt nem az önkormányzatot hibáztatnám ebben, hanem én arra szeretném kérni a települést, ha bekerülök, hanem együttesen mindenki tegyen Abaúj szántó tisztaságáért. Ha csak az én utcámból indulok ki, napi szinten több szemetet felszedek a kapu elől, és szerintem más utcában is ez történik. Tehát mindenkinek le kell hajolni azért a szemétért, és akkor szerintem már tettünk együtt valamit a tisztább és rendezettebb Abaúj szántóért. Fontosnak tartom az egészségügy és a közbiztonság helyzetének a javítását is. Példa volt rá az öreg néninek a megverése. Úgy gondolom, hogy a polgárőrséget sokkal jobban kellene támogatnunk. Ha beszéltem a rendőr ősvezetővel, a tájaival, ő mondja, hogy csökkentették a rendőrségnek a létszámát. Én úgy gondolom, hogy akkor a lakosoknak kell összefogni, és polgárőrséget sokkal jobban erősíteni, hogy ilyenek ne fordulhassanak elő. Ebből már meg is mondtam, hogy mindenkinek joga van a nyugalomhoz, és ezt együttesen mi is megteremthetnénk, vagy legalábbis tehetnénk érte valamit. Mindannyian tudjuk, hogy nagy a település adósságállománya. Amennyiben bekerülünk, én törekednék arra, hogy valamilyen formában ezt csökkentsük. A takarékos észszerű gazdálkodás, amit szerintem minden intézmény most is folytat, és az önkormányzat is, azt továbbra is folytatni kell. És nagyon fontos lenne, hogy akár kikerülve, az hatékonyan próbáljon meg együttműködni. Nem vádaskodni kell, hanem össze kell fogni, a településért együtt gondolkodni, nem személyeskedni, nem veszekedni, hanem együtt az intézményvezetőkkel és a lakosokkal összefogva valamit tenni a Abaúj szántóért, hogy szebb legyen, hogy fejlődjön és hogy érdemes legyen itt élni. Köszönöm szépen!
Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, és szeretettel köszöntöm a régi és az új testületi tanokat, vagyis megválasztott tanokat. Én azt hiszem, hogy nem igazán kell nekem bemutatkozni, de azért megteszem azoknak a kedvére, akik esetleg nem ismernek. Én Kovács András, én Tonkovics Julianna vagyok. Abaú számban születtem. Itt élek közel 60 éve, bocsánat, ezt nem sok nő vallja be magáról, de ez van. Az én programom, én nagyon rövid leszek, nem tudok ilyen vitákon, meg veszekedéseken, meg sárdoválásokon túltenni az én egyéniségemben ilyen. Na hát a fontos céljaim azok, hogy az bölcsőden fenntartása, mert hisz a fiatal mamák, hogy el tudjanak menni dolgozni, nagyon fontos a bölcsője fenntartása. Az óvoda, az iskola, mert hisz a jövő a gyerekeink, unokáink kezébe van, tehát az őnek a ő neveltetésük, az ő... Na, egy kicsit belekavarodok, de nem baj. Nem születtem szónoknak, de az önkormányzat egy kicsit megkavarodtam itt ezekbe a vitákba, hisz nem látok bele teljesen a dolgok mélyébe, és ha a bizalmukat elnyerem, és bele fogok látni a viták és a dolgok mélyébe, akkor ígérem, hogy a kisvárosunk és a lakosság érdekeit képviselve és előtérbe hozva fogom a döntéseimet meghozni, és ezt nagyon szépen köszönöm, hogyha a bizalmat megkapom. Köszönöm szépen! Lengyel Otton. Esetleg az előtérbe aulában látják? Tisztelt lakosság! Nagyon sok ígéret és vélemény elhangzott itten, ismételni nem akarom. Amikor az első testületülés meg fog történni, akkor a polgármester úr el fogja mondani a programját, ez a program lesz végrehajtó. Gyakorlatilag mindenkinek van egy egyéni céljai, de a legfontosabb dolog az, hogy egy csapattal a helyi jövőt építse. Ugye egy testületi munka két fő részre hozható. A testületi tagok ugye elmennek és havonta vagy két hetente valami ráadásába tudják, vagy nem. És a másik, ami nem látszik és nagyon kevesen csinálják, az az, amikor egy döntést évekig vagy hónapokig előkészítenek, és kitalálják, hogy mi legyen, mire kell, milyen kérdést kell föltenni. Ez a dolog, amiről itt nem nagyon hangzott el semmi, hogy hogy fogjuk ezt majd, ki fogja ezt majd tudni megcsinálni. Én a programomban leírtam, hogy vannak, ugye sokszor beszéltünk testületülésekben, kötelező és nem kötelező feladatokról. A kötelező gyakorlatilag meg kell csinálni, ismerőadatóra beszélni, a nem kötelezőket pedig azért fontos megtartani, mert a településünknek a arculatát, az egyéniségét és a fontos dolgokat ezt fogja majd adni. Szeretném, hogyha ebbe az 2014-es átmeneti évben úgy a munkahelyeket megtartsuk abból a célból, ugye, hogy ha fellendülés megindul, a gazdasági fellendülés, akkor ezek az emberek eltűnnek majd, hát az embereknek legyen addig egy biztonsága. Testeti, ugye képviselőtesti időnk alatt, ahol elmúlt 4 évben, az első 2 évben voltak takarékossági intézkedések, és utána kezdődött ugye egy kisebb kritika, hogy miért nem folytattuk ezt. Tehát azt követően jött a válság. A válság után ugye a választási év, tehát gyakorlatilag a utolsó 2 évben kisebb gazdaság előre, tehát kisebb spórolással dolgoztunk, ami szerintem érthető. Tehát ha még egyszer 20-on adráción, vagy meg spécámban van szó, akkor itt nagyon sok embernek nagyon rossz lenne. Tehát a testületnek az is egy felelős döntése, hogy a 100 millió hiány, vagy 150, vagy 200, nagyon nagy baj, folytani gazdálkodni szántunk, mert összesen csak 20%-a
tudjuk az országnak 90%-ánál jár, de viszont emberek maradtak egy véget, és hogyha majd jobb idő jön, akkor ebből lesz szépen reformálni. Köszönöm a kérdést. Következő Madár Györgyön, a polgármester előtt megtartott meg a beszédét, úgyhogy kérni Molnár Bélet. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Úgy látom, hogy a jó programok, a jó dolgok már mind elhangzottak. Én a Bolyszántói Törzsök Feres Lakos vagyok. Célom szinte majdnem ugyanez mindenkinek. Megtartani a munkahelyeket, új munkahelyeket teremteni uniós pályázatokkal, úgyhogy a célok egyek. A régi testületnél a új testületnél. Ha én bejutok, akkor szeretném azt csinálni, hogy a városért tevékenykedek, a város céljaiért szépíteni a várost, ide adnak külföldieket, a turistákat, hogy legyen egy szép és virágzó város. Köszönöm szépen, én csak egy szó. Mindenki sok szeretettel köszöntöm. Nagy Tutti vagyok, a helyi óvodában dolgozom. Három gyermeket nevelünk a férjemmel, édesanyámmal lakunk egy lakásban. 2000 óta tevékenykedek az önkormányzatban. Voltam a Szociális Bizottságban és a Kulturális Bizottságban tevékenykedtem. Aki ismer, tudja, hogy milyen vagyok, tudja, hogy dolgozok. Úgy érzem most az elkövetkezendő testületi tagokra nagy feladat hárul. Én azt kívánom mindenkitől, hogy jó helyre tegye a keresztet, vagy az X-et, úgyhogy az ne legyen keresztje Szántónak, tudjanak együtt dolgozni azok az emberek, akik a polgármesterrel fognak egy célért dolgozni. Ezt kívánom mindenkinek, és hát október 3-án jó szavazást kívánok mindenkinek. Következő jelölt Bócsánál is. Tisztelt Hölgyeim, Uraim, Barátaim! Eltekintek attól, hogy beavatkozom, amire sokan ismernek, biztosan gondolni. Lehetnék nagyokat mondani, ígérgetni, vádaskodni, de ez részemről nagyon nagy hölgyenség lenne. Én azt mondom, le kell kerülni a testületbe, meg kell ismerni a önkormányzatnak a helyzetét, a valós helyzetét, és úgy kell a célokat meghatározni, közösen együtt elindulni egy jó úton, és együtt a célokat megvalósítani. A rossz döntésekből, ugye, aki dolgozik, az hibázik is, a rossz döntésekből hibából tanulni kell, persze, amik jól működnek, azokat tovább kell folytatni. Mert ez így működik, tovább kell folytatni. Én úgy gondolom, hogy olyan képviselőkre van szükség az önkormányzatnak, a városoknak, akik becsületesen a város érdekeit előtérbe helyezve fogják képviselni a lakosságot az elkövetkezendő időben. Tisztelt választópolgár! Én mindenki képviselő szeretnék lenni, ezért kérek mindenkit, szavazzanak rám, mert akkor a változásra is szavaznak. Nagyon szépen köszönöm! Következő jelölt Sántos Zsolt. Jó estét kívánok én is mindenkinek. Én Sántos Zsolt vagyok. Én írtam egy pár sort, úgyhogy elképzelhető, hogy nem fogok az önök szemébe nézni, de nem volt ilyen megtanulni. De legalább készültem. Hát először is szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ilyen szép számban megtelt ez a művelődési ház. Az elmúlt 4 évben sajnos össze voltam a városi fórumon, ahol közel 2 sorban beszéltünk, 22-ben többször is ezen a fórumon. Hát én nem igazán szeretnék városkodni, úgy vettem észre, hogy kezdenek elharapózni az indulatok, biztos itt nagy a tét az elkövetkezendő 4 évben. Hát én úgy gondolom, hogy az újakat is meg kell patronálni valahol, mert akik most képviselők, azok is ezelőtt 8 évvel, 10 évvel, 12 évvel ezelőtt azok is újak voltak,
és ennek is kaptak valamiféle támogatást. Tehát én ezzel ezt le is zárom, én ezt nem az én tisztem ezt elönteni. Elmondanám, van egy pár soron, elolvasom és tovább is állok. Az életemben mindig fontos szerepet töltött be a Bohuszánt, hiszen itt születtem, itt élek családommal, két fiammal, és szeretném, ha közösen egy szebb és értékesebb jövőt élhetnénk meg a Bohuszánton. Az idejében én is jelöltén veszek részt az önkormányzati választáson, hogy a következő években az önök és családtagjainak érdekeit képviselhessem. Fontosnak tartom, hogy olyan városvezetés és képviselőtestület alakuljon, aki a település érdekéért dolgozik, és nem a személyes érdekeit helyezi előtérbe. A településen több égető probléma van, mely megoldása évek óta várhat magára. Ezek között vannak olyan feladatok, amelyek helyi megoldást, helyi intézkedést igényelnek. Ilyennek tartom a több éves beruházásként megvalósult szennyvízelvezető rendszer működtetésének felülvizsgálatát. Mindannyian láttuk, hogy a rendszer sok helyen szakértelmet nélkülözve épült meg, funkciójának nem megfelelően működik. Ugyanakkor a rossz rendszer működési költsége irreálisan magas. A jelenlegi jövedelmi viszonyok mellett nem lehet elvárni a lakosságtól az észszerű tudatlan költekezést. A munkahelyről nem csak kampányolni, hanem tenni is kell érte. A munkahelyeket meg kell tartani, az új munkahelyeket létrehozó vállalkozásokat pedig segíteni kell. Például kapjanak iparűzésre adó kedvezményt, mentességet, hiszen ez helyi önkormányzati döntésen múlik. Ez van nagy település. Honlóskán nagyon jól bevált ez az iparűzésre adó. Az avarai iskolai csoportok fejlesztéséhez a helyi gyermeklétszám emelkedésére van szükség. Ami csak a fiatal családok helyben tartásával oldható meg. A korábbi években jól bevált gyakorlat volt az első lakáshoz jutó támogatás nyújtása. Véleményem szerint ennek újból a vezetése is sokat segítene az induló fiatal családokban. Tinédzser gyerekek édesapja vagyok, így látom az ő gondjait is. Szeretnek szórakozni, amit biztosítani kellene számukra a településen. Ne kelljen több kilométert utazniuk, joguk van arra, hogy jól érezzék magukat a településen. Tudjanak kultúrákkal szórakozni, ami az magas színvonalú kulturális és sport rendezvények szervezésén túl a helyi közrend és a közbiztonság előtérbe állítása nélkülözhetetlen. Az őszi napfény és a gondozási központ jelenleg is sokat tesz az idősek pártfogásáért, aminek további erősítése, fejlesztése szükséges annak érdekében, hogy azok az idős emberek, akik itt a Bohuszánton élték le életüket, biztonságban és megbecsülésben élhessenek. A mindennapjainkban ki kell használni azt a hitéleti sokszínűséget, amit a településükön egyházak biztosítanak. Velük és a működő civil szervezetekkel összehangoltan kell döntést hozni annak érdekében, hogy a szűkös anyagi források minél több emberhez juthassanak el. A közmunka évek óta működik, ami nálunk csak a minimálbér kifizetését jelenti. Hatékony irányítással, a munkák megszervezésével, a jelenlegi meglévő létszámon is biztosította a város kutyainak, tereinek tisztántartása, temetőinek is. A munkák elvégzésére, amiért valamilyen módon fizet az önkormányzat, akár munkabér, akár vállalkozói díj, annak minőségét ellenőrizni kell a helytállások elkerülése érdekében. Tisztában vagyok azzal, hogy az elmúlt évek helytelen gazdálkodása anyagilag ellehetetlenítette a várost. Ennek rendbetétele hosszú időt vesz igénybe, de véleményem szerint el kell kezdődni a változásnak. Minél később teszünk ezt, azt gondolom, hogy annál nagyobb problémát fogunk felhalmozni. Bízom benne, hogy ezek ismeretében és személyes ismeretségünk alapján 2010. október 3-án számíthatok megtisztelő bizalmukra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Programmal, tervekkel nem készültem, azt gondolom, hogy a jelen körülmények között itt a világgazdaság és az ország helyzetére gondolva nagy célokat nem lehet kitűzni. Azt gondolom, hogy választáson választani kell egy testületet, olyan testületet kell választani, bárki lesz az altember, aki szem előtt tartja a hivatal részére kitűzött szükséges minimális feladatok biztosítását, lehet majd fejlesztésről beszélni. Egyelőre normális észszerű gazdálkodással azt kell biztosítani, hogy a hivatal és az intézmények úgy működjenek, ahogy
működniük kellene, gondolok itt a hivatal szolgáltató létére és az iskolában ne legyen gond egy krétát megvenni. A meglévő programokat megfelelő odafigyeléssel hatékonyabbá kell tenni. Lehet itt ígérni sok minden kacsalában forgó cekeházi palotát és ipari parkot, teljesen felesleges. Itt még egy pár évig úgy is az lesz, hogy valahogy éljük túl a jelent. Innentől kezdve szerintem más nem lehet mondani. Azt az egyet szeretném még elmondani, nagyon sajnálom, hogy itt személyes vádaskodások helyszíne is lett ez a fórum. Azt gondolom nem erre való. Minden személyes kérdésnek megvan a maga fóruma. Onnantól elkezdve, hogy az én árkom miért van lekaszálva, hogy a szomszédi miért van, az enyém miért nincs, azért vannak jelenleg a helyi képviselők, illetve ha valakinek bármilyen gondja van, megvan a megfelelő fórum. A Zsoltihoz hasonlóan én is tudom azt, hogy a városi fórumon 20-valahányan vettek részt. Hát én nagyon örülök a most megjelent létszámnak, az ilyen problémákkal inkább ott kellene foglalkozni. Mindenféle személyes kérdéssel felesleges foglalkozni. Itt az a lényeg, hogy bárki lesz a hatalmi testületben, fogjunk össze, bárki lesz a polgármester, dolgozunk a Bói Szándóért, és próbáljunk meg haladni. Semmi más. Köszönöm. Tisztelt a magunk szántójak, tisztelt választott polgárok, először is köszönöm a fogoktató cédulákat. Mindenki változást akar, ahogy itt hallottuk. Az ország, a megye, a város, az emberek, a régi, az új képviselők. Mi is kell ez a változáshoz? Ez majdnem olyan, mint egy háború. Három dolog. Pénz, pénz és pénz. Tehát tulajdonképpen azon kell gondolkodnunk, hogy ezt a csekély három dolgot honnan tudjuk összeszerezni, honnan tudjuk venni. A változás első fordulója megtörtént tavasszal, hiszen 8 év után a Fidesz győzött. A Bói Szántó lakosságának is köszönhető, hiszen az emberek nagy többségét a Fideszre szavazott. A második változás október 3-a. Komoly döntés előtt állunk. Tudjuk, éreztük és hallhattuk is, hogy a 8 év alatt a volt kormány csak hidegette a Bói Szántót, az országot, iskoláktól elvette a normatívát, 2002-es normatívát kapunk 2010-es Gázárhoz, óvodától elvette a normatívát, öregek otthonától, és sorolhatnánk az ifjúságtól, megszüntette a sporttámogatást az általános iskolában, kitűzte, hogy sportország leszünk, és így sorolhatnánk tovább. Mi minden a változás jele? Beszélünk itt új régi képviselőkről, elvégzett munkákról. Nagyon jól tudjuk, hogy mindent a politika irányít. Tehát azt mondom, hogy ha az újságot olvassuk, Fidesz kormánynak tegnap is megjelent, a vidéket, a vidéki emberek segítése, munkahelyek bővítése, az értékteremtése fontos. Erre fog támogatni. Most olyan városvezetőt kell választanunk, olyan képviselőket, aki akkor együtt tud dolgozni a Fidesszel. Mert 8 évig az MSZP-től nem kaptunk. Tehát, ami azt jelenti, hogy most, aki a Fidesz együtt tud dolgozni, az segíteni fog a vidék fejlesztésében. Mi az, amit mi abba úgy szántoljak? Rögtön kapásról három dolgot a kormánytól, a Fidesztől tudunk választani. Én legfontosabbnak azt látom, munkahelyteremtés. Nincs az önkormányzatnak önkormányzati földterülete. Nagyon kevés van. Hát 2 hektárban. Elsősorban az önkormányzatnak földterületet kell kérni a Nemzeti Fejlesztési Alaptól abba úgy szálltunk területén. Most ezt a jó minőségi földeket Ósvai György szerencsi lakos bérli. Bérlei abba úgy szállt önkormányzata. Ezen a földterületen aztán tényleg be lehetne vezetni a növénytermesztést, be lehetne vezetni a kertészetet, a fóliákat. Abba úgy szállt, hogy jelen pillanatban csak erre van munkaerő, nincs több, nincs túl sok szakképzett munkaerő. De ezt mindenki tudja, ezt mindenki megtanulta otthon. Ami azt jelenti, hogy ezeken a földterületeken nem 50, nem 10, 100 ember is dolgozhat, vagy 150 is. Tehát értéket teremt. Amiket megtervel, a kormány engedélyezi most, hogy fölvásárolják az iskola, óvoda, öregek otthona, konyhája, lássa el azzal. Ha mégis felesleges marad, tessék nyitni egy önkormányzati boltot, ott is az árukat a megtermelési költségen eladni. Másik rész, ami segítene nekünk, elsősorban
munkahelyeknek a megtartásával? Kistérségi szeretetnek az újragondolása. Nagyon jól tudjuk, hogy Abaúj Szándor évek óta vagy Szerencs, vagy Encs, most Göncshöz lett csatolva. Mi vagyunk olyan város, hogy tessék erősen lobbizni, és megkeresett a kistérségi központot. Olvashatjuk több helyen, mint ahogy hallottuk is, Fidesz szeretni visszaállítani a járásokat. Ami azt szereti, olyan embert kell választani, aki kapcsolatot tud teremteni a Fideszre, és a járási székhely nem Göncre fog menni, nem Encsre fog menni, hanem visszakerülne a régi járási székhely Abaúj Szándorra. Rögtön megmondolna, hogy a gyerekeink hova jöjjenek vissza. Csak kapásban 12 olyan dolgot írtam, ahol egy járásra szüksége van. Végzett középemberekre, felső főiskolai végzettségű emberekre. Megoldolna megint a munkájuk, amit meg tudnánk oldani. A harmadik, amit a LEADER programmal kapcsolatosan megint a vidékfejlesztésre. Hál' Istennek Abaúj Szándor elég sok lideres pályázatot nyertünk, de ezeknek még tovább a folytatása is szintén egy olyan képviselőtestületre és olyan polgármesterre van szükség, aki ezt el tudja érni, hogy ezek a pályázatok ide kerüljenek. Tudnám itt felsorolni, értem, hogy egy pár sor, mi mindenben tudnánk még változtatni. Az egészségügytől, az oktatásban, a város szépítésében, a zöldítésben, amit nagyon szeretnék. És így sorolhatnék mind-mind nagyon sok mindent még, de nagyon rövid az időm. És én úgy gondolom, hogy a szavak helyett a tetteknek kell beszélni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Következő kívánok mindenkinek, tisztelt választópolgárok, Abaúj Szántóiak, hölgyeim, én úgy gondolom, hogy Abaúj Szántón csak akkor lehet bármit is elindítani, hogyha spórolunk. Minden egyes kis család, egy kis önkormányzat, egy kis gazdaság. Saját bőrükön tudják azt tapasztalni, hogy csak akkor tudnak erőlegni, ha spórolnak, spórolnak, spórolnak. Én szerintem csak akkor tudunk úgy gazdaságot és Abaúj Szántó fejlődését erőlegni, ha ezt betartjuk. És azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy a spórolás is csak akkor normális, ha észszerű. Ha azokat a dolgokat vonjuk el magunktól, amit teljesen felesleges. Amit talán nélkülözni tudunk azért, hogy valami másra be tudjunk ruházni. Nagyon nagy példát szeretnék is egy napokban készült Abaúj Szántói beruházásról beszélni. A vízelvezető rendszer a Szemán út határában ki volt építve. Több évtizedre ezelőtt működött, mindenki tudja, hogy a családok úgy tudtak el, hogy nem volt víz az útvonalon. Most elindítottak egy folyamatot, csináltak egy másik nyomvonalat. A víz ugyanúgy nem folyik el rajta, és ez a beruházás ugye pénzbe került, az emberek, oda kell tárítani az embert, hogy fizessék a napját, a munkagépet, de miért? Tulajdonképpen csak ki kellett volna takarítani azt, ami már megvolt. Tehát akkor már lehet, hogy el tudtunk volna élni valamit. Most inkább egy kicsit másra költöttük. Ugyanakkor én szerintem nagyon sok mindent lehetne még tenni azért is, hogy ezek a közintézmények, mint például óvoda, iskola, a zöld energiát magukhoz vonzák, és ezért támogatást igényeljenek az államtól, hiszen tudomásnak kell vennünk, hogy ez a világ arról szól, hogy a jövőben a zöld energia az elengedhetetlen. Tehát a fosszilis energia szinte meg fog szűnni, létezni a világban, mert hogy fogyóeszköz. 6 milliárdan élünk ezen a Földön. Mindenki akar magának egy kicsit, de ugyanakkor nem tesz érte semmit, hogy kapja. Tehát dolgoznunk kell, és mindenképpen hozzá kell tegyem azt is, hogy az Abaúj Szántói polgárok egy kicsit úgy vannak, hogy szeretnek itt élni, csak nem szeretnek dolgozni. Tehát ki kell menni, csinálni kell, nincs mellébeszél, az én véleményem szerint. Szorgos emberek vannak itthon, de mégsem igazán azok, akik tenni akarnak. És ahhoz, hogy Abaúj Szántón bármilyen vonal elinduljon, mindenképpen váltásra van szükség, mert hogy ez mindenki tudja érzi a saját bőrén, hogy ez innen mehet tovább. Azt kell, hogy mondjam, meg kell próbálnunk és adnunk kell lehetőséget az újaknak, hiszen honnan tudjuk azt, hogy ők is képesek egy falvat vagy egy várost vezetni, ha meg sem próbáljuk, lehetőséget nem adunk neki, és innentől kezdve akkor maradhat 10-20-30 évig is egy ugyanolyan vezetési rendszer, de véleményem szerint váltani kell. Itt vannak szakképzett emberek a jelöltek között, akik ezt fel tudják vállalni és merik csinálni.
Magamat nem értem bele szakképzetnek, de mindenképpen olyan ember vagyok, aki akar, és tesz, és menjünk és csináljuk. És ezért kérem az önök segítségét, támogatását, és azt, hogy a leendő testületi tagok, illetve a polgármester mindenképpen összedolgozzon, és ne személyeskedjenek, hanem csapatmunka, csoport beosztása. Köszönöm szépen! Következő utolsó. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, minden Rabói Szántói lakost. Magyarból kapok egy 5-ös, mert készültem, de matematikából írjatok be nekem egy 1-es, megmondom miért. Azért, mert ezeken a számokon nem tudok eligazodni. Azért, mert az egyenlet eredménye így nem jön ki. Tehát valaki nem mond igazat. 53 éves vagyok, 2 gyermek édesapja, Rabói Szántón élek, de a 2 gyerekem sajnos már egyik sem dolgozik Szántón, talán a lehetőségek miatt. Megtudtuk az önkormányzat helyzetét. Most egy picit én nem az önkormányzat helyzetével akarok beszélni az önkormányzatról, hanem az itt élő lakosság helyzetéről, akit én személy szerint képviselni akarok Rabói Szántón. Leírtam, mert így tisztán. Az adatok alapján a 30-as években olyan 6500 lélek élt itt. Ma már alig többen vagyunk, mint 3000. Persze a vidéknek évek óta nem a fejlesztése, hanem a rombolás folyik. Kellett idő, míg megélelődött bennem, hogy egyáltalán elinduljak vagy nem. De az ember eldönti, honnan már nem lehet visszalépni. Főleg, ha tudom, sokan állnak mellettem, bíztatnak. Nem ígérgetni akarok, sem munkahelyteremtéssel, sem bármivel, amit elérni itt valóban nagyon nehéz, vagy egyáltalán lehetetlen. Keresztény emberként élek, és próbálok úgy élve példát mutatni. Az itt élő emberek sorsa egyre nehezebb. Az ipar hiánya, a mezőgazdaság tönkretétele nagyban befolyásolja a fejlődést. Tokaj hegyei peremén nem látjuk a jövőt a szőlőtermesztők, míg az olaszból magyarországi behozatalát támogatják, nálunk azt támogatják, hogy kivágja ki az ültetvényét. Ezeket nem kell bizonyítani, mert ez minden látszik, hogy ez így van. Ha bejutok a testületbe, oda teszem magam, mindent megteszek a településért, ezt megígérem. Nagyon kell az összefogás, hogy előbbre jussunk, ami azzal jár, hogy félretegyük egyéni érdekeinket. Ezt az összefogást csak a lakosság bevonásával és támogatásával lehetséges. Soha nem voltam egy gazdagodni vágyó ember, mindig úgy tartottam az élet nagyon törékeny és mulandó. Ezen a vidéken meg kell mindenkit becsülni, öreget, fiatalt, dolgozót, és főleg azokat az embereket, akik szeretnének dolgozni. Sok a lecsúszott, reményt vesztett ember, aki kapaszkodva minden munkát elvállalva küzd a fennmaradásért. De minimálbérből lakást fenntartani, gyereket nevelni, részleteket törleszteni szinte lehetetlen. Ilyen körülmények között embernek maradni, ez az igazán nehéz dolog. Népünk felemelkedésének reményére, a jövőben talán könnyebb lesz a helyzet, ami természetesen függ állami vezetők munkájától. Arra kérek minden szántói állampolgárt, hogy az új megválasztott testület tagjai támogatják, akkor meg fogjuk hálálni valahol a bizalmukat. Nagyon szépen köszönöm. Következő előtt Váci Imrényi. Tisztelt megjelentek, Rabói Szántói választók. Ha valaki igazából tudja azt, hogy mit jelent faluban élni és városban, én azt tudom. 33 éve kerültem ide Karcagról, és tudom, mit jelent városban élni, és mit jelentett egy faluban. Ha valaki tudja igazolni, én igazából tudom, hogy mit fejlődött 33 éve a Rabói Szántó, és minek a fejlődése elé nézünk. Én megírtam néhány nappal ezelőtt a programomat, és nagyon remélem, hogy nagyon sok családhoz elkerült ez a program, mert ezt 3 perc alatt elmondani és ígérni nem lehet. Amikor megtudtam, hogy 3 percet fogok beszélni, akkor esténként fogalmaztam magamban, hogy mi lesz ez a 3 perc. Most, amikor 21-nehányan megszólaltak előttem, ezek a gondolatok újra fogalmazódtak.
Most is csak azt mondom, amit leírtam a programomba, hogy ígérni csak annyit tudok, ami teljesíteni is lehet. 15 pontban fogalmaztam meg a programomat, és elnézést kérek mindenkitől, hogy a 16. pont kimaradt, de nem tudom, hogy a szerkesztésből hogy maradt ki, ez pedig az egyházak támogatása és az egyházakkal való együttműködést. Ezt még nagyon kevés programban hallottam, de istenfélő ember vagyok, templomhogyan nem járok, de nagyon szeretnék, és most is együttműködöm akár a református, akár a katolikus egyházzal szívesen. Pályázatok, pályázatok, pályázatok. Nagyon sokat hallom azt, hogy miért ezt és miért az valósult meg a Bogiszánton. Azt tudomásul kell venni, hogy ha egy pályázatot beadunk, az több igényt vesz igénybe. Ugye tehát önerő szükséges hozzá, mire azt befogadják, elbírálják, hozzákezdünk, ezek időt vesznek igénybe. Ehhez csak egy példát tudnék elmondani. Ha egy ember nyugdíj előtt áll, neki a 4 év, az nagyon hosszú. Mert szinte vágja a centit, hogy mikor mehetek nyugdíjba. Ha megválasztanak egy testületet, annak a 4 év nagyon kevés. Mert első évben, hogyha nagyon sok, főleg ugye az új, és mert ugye most azt hallottuk, hogy változás kell, akkor azzal fogja eltölteni az idejét, hogy megismerkedjen a régi a múltat. Jönnek a pályázatok, az időt vesz igénybe, és amire ezeket a pályázatokat megnyerjük, addig eltelt a 4 év. Én ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy emberek életébe 4 év nagyon hosszú is lehet, és nagyon kevés. És nem kell, hogyha elnyerünk egy pályázatot, akkor nem kell azt mondani, hogy nekünk erre miért volt szükségünk. Tudomásul kell venni, hogy minden elnyert pályázat a város fejlődését igazolja. A városnak a gyarapodását segíti elő. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent mondhatnék. Kérem szépen, hogy akikhez eljutott a programom, az legyen szíves olvassa át, és gondolja át, hogy mit ígértem ebbe a 16 pontba. Ígérem, hogyha bejutok a testületbe, tisztességgel helyt fogok állni, mint ahol úgy gondolom, hogy bármelyik munkahelyben is dolgoztam eddig, tisztességgel, becsületesen próbáltam helyt állni. Én a új testület tagjainak és az új polgármesternek, legyen az régi új, kívánok nagyon jó erőt, egészséget és eredményes munkát. Mondandómat azzal zárom, hogy a döntés az önöké. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. László Lé, akinek a programját fia fogja ismertetni velünk. Tisztelt a bogiszántújak, kedves választók! Nagyon fontos és megtisztelő elfoglaltságom miatt nem lehetek részese a mai rendezvénynek. A Magyar Tudományos Akadémia és egy civil szervezet közös országos versenyén tanítványaim nagyon előkelő helyezést értek el, ezért Velencére kellett utaznunk díjaink átvételére. Megértésüket köszönöm, és fogadják el, hogy gondolataimat érdekel tovább. Négy évvel ezelőtt lettem képviselő az Abaúj Szántújak bizalma és döntése alapján. Ez idő alatt sok-sok tapasztalattal lettem gazdagabb, átláthatóbbá vált a település élete. Szociális bizottsági és az Abaúj Szántújak az alapítványban végzett munkám során is bepillanthattam számtalan család életébe, és döbbentem rá, hogy településünkön mennyi ember szorul támogatásra életkörülményei miatt. És tudom, ez a helyzet csak lassan fog javulni az elkövetkező időkben is. Hogy ez így legyen, ahhoz, hogy munkahelyek teremtésére időt tudjunk szánni, ez nagyon kemény és nagyon fáradtságos munka lesz. Sajnos az elmúlt időszakban is látható, hogy ez kemény feladat lesz, és ennek az útnak nagyon messze van még a vége. Számomra a legfontosabb munka a tanítás. Az elmúlt időszakban is számos kiemelkedő eredményt értem el tanítványaimmal, országos, megyei, körzeti versenyeken, és vittük hírét a Bogiszántónak.
Ezután is arra fogok törekedni, hogy Abaújszántó gyermekei, legyen az óvodás, kis és nagyobb iskolás, megkapják a képességeik legoptimálisabb kivontakoztatásához szükséges feltételeket. Az elmúlt időszakban határozott lépéseket tettünk azok felé, akik rendszeres távolmaradásukkal nehezítették a csoportok és az osztályközösségek életét. A törvény és a korábban született helyi rendeletünk érvényesítésével szeretnénk esélyegyenlőséget biztosítani azon gyerekeknek, akik szorgalmukkal, kitartásukkal végzik a napi feladatukat, és nem engedik, hogy két-három család is tönkretegye ezt a kemény és fáradtságos munkát. Erre például a családsegítőkkel, a gyermek és ifjúság védelmi felelősökkel, a jegyzővel és az osztályfőnökökkel való jó együttműködés is. Külön hangsúlyt fektetek a környezettudatos életmód megalapozásához, a fenntartható fejlődések elősegítéséhez. Ennek települési szép példája a Köszvényes kút és környékének ízléses átalakítása és a sátorra vezető sétány többszöri megtisztítása, az írtás élőhelyek védelme. Az Abaújszántót sújtott ági során sokszor emlegetjük a felelősség kérdését. Azt gondolom, hogy biztonságunkat mi magunk is erősíthetnénk, ha nagyobb hangsúlyt fektetnénk a porták előtti járdák, árkok rendbetartására, a szemét helyes elhelyezésére. Persze a patakmedel rendszeres karbantartása is elengedhetetlen feladat. Abaújszántó sport élete aktívnak mondható. Köszönhetően az iskolai sportnak és az asélynak. Jó lenne, ha egészségesebb életforma kialakításához fiataljainkban, gyermekeinkben ez a terület kiszélesedne. Egy szorosabb együttműködés révén még több gyerek sportolhatna rendszeresen a különböző szakosztályokba aktív munkával. Ehhez is, mint az élet minden területén, a település életével tájékoztatásra, kapcsolattartásra van szükség. Gondolok itt testületen belül és a település egészére nézve. Ennek egyféle módja lehetne a civil szervezetekkel való hatékonyabb együttműködés. Ezek a szervezetek nem csak önmagukért legyenek, hanem vállalják át a feladatokat a település életéből is. Erre szeretnék jó példával előjárni támogatásuk esetén, vagy egy környezetvédelmi szervezetet működtetnénk az elkövetkezőnkben. Reméljük, hogy rövid időn belül megoldódik az orvosi ellátás is, és ezzel sok bizonytalanság szűnne meg. Minden fejlődésünk alapfeltétele a pályázati lehetőségek sikeres felhasználása. Pályázatban eddig is bőven volt, sokszor nyertünk, sokszor nem. Eredményességünket fokozhatnánk, ha egy települési arculat meghatározó logikai rend mentén pályáznánk, és így talán még sikeresebbek lehetnénk. Az ehhez szükséges ötleteket begyűjthetnénk a lakosság köréből is. Még több közvetlen beszélgetést kellene folytatni bölcs időseinkkel és a kreatív fiatalokkal. Tervezésünk nem várnak szóljon, hanem gondoljunk arra is, hogy mi lesz Abaújszántóval 10-20 év múlva, mi lesz az itt élő emberekkel. Ebben a kérdésben is természetesen érzem a felelősségemet, és szeretnék sokkal határozottabban, bátrabban felírni a jövőket meghatározó döntésekben. A választásokhoz közeledve egyre hangosabb lesz az Abaújszántói kampány is. Sokszor sokan megkérdezték tőlem is, hogy miért nem készítettem szórólapot. Válaszom egyszerű. Nem vagyok egy törtető alkat, még a kampány időszakában sem fogok embereket becsületükben megsérteni, felelőtlenül ígérgetni. Amit tudok, megteszem. Így a kampányra szent 10.000 forintost is felajánlom a gyerekeknek, vegyenek részt minél többen egy hozzánk látogató színház előadásán. Reméljük, ez a pénz is jó helyre fog kerülni. A munkával tovább folytathassam, hogy önöket képviselhessem, testületi tagoknak kellene lennem. Ehhez szeretném kérni támogatásukat, segítségüket, és egyben beköszönöm eddigi biztatásukat is. Kedves Abaújszántóiak! Kívánok mindannyiuknak jó egészséget, dolgos hétköznapokat, és összefogás terveink megvalósításához. Két kisebbségi önkormányzat jelöltjéről is lehet szavazni a településen. Először a cigány kisebbségi önkormányzat jelöltjét hallgatnánk meg, és kérném Udai Zoltán jött, hogy fáradjunk ki.
csak az előtérben. Nem egy olyan, hogy a kisebbségi önkormányzat közül nincs senki, és ezért én is, de nem tartunk ilyet, de négyezékbe vétel szükségét ahhoz, hogy bárki szavazhasson, és csak azok az emberek. Gyere már részes, és akkor mondom a jelenik. Négyértékbevételre van szükség. És azok az emberek szavazhatnak csak, akik ebben a négyértékben szerepeltek. Most valahogy számítom 65 ember van, aki szerepel négyértékben, ezek az emberek fogják eldönteni azt, hogy, hogy ki fognak majd indulni, vagyis léteznek az a jelöltek, vagyis a képviselők. Köszönöm. Azt szeretném megkérdezni, hogy a képviselő jelöltekhez van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincsen, megköszönöm a részvételüket. Elnézést. Ajaj! Tiszteltük, köszönjük mindenkit. Egyet szeretnék kérdezni egy Jucikanénytől. Azt mondja, hogy Bölcsődik a buszántól el tudjuk menni dolgozni a fővárosi kézművelővállalathoz, a fiatalok. Én sose fogok dolgozni, a feleségem sajnos már ő sem fogok dolgozni, de nem kell hozni busszal, Legyesbényéről, Bekecsről, Habúszántól munkahelyet. Habúszántól nem volt munkanélküliség, a Habúszántól dolgozzának. Köszönöm szépen! Köszönjük a hozzászólást, és akkor itt megadnám a szót a hölgynek. És a szeretetről meg senki nem emlékezik meg. Meg az, hogy megköszönjük. Ha már ígérgetünk, hogy ez lesz, meg az lesz, mindenki akkor mutassa meg azt, amit tud, amikor ott van az illető helyen. Akkor kell megmutatni. Én úgy érzem, hogy nagyon sok köszönni való van annak az illetőnek, aki most van, mert azért ő is nagyon sok mindent tett a városunkért, csak nagyon sokan nem látják, nem veszik észre. Pedig ezt észre kéne, hogy vegyük. És azt, hogy sajnos a munkahelyekkel vannak ráfoglalva az emberek, igen, ez mindenkinek szükség van a munkára, hogy megélhetése legyen. Csak akkor a munkát is úgy kell felvenni, hogy akkor dolgozok, tisztességesen, becsülettel. Azt szeretném, hogy ne csak a bántást legyen az emberek szívében, hanem hogy észrevenni a másikban a jót is. Meg szeretni egymást, közeledni egymás felé, és nem csak bántani egymást.
mert ez nagyon fontos. Nagyon sokan nem is tudják, senkit nem akarok megsérteni, mert én sajnos nemrég kerültem ki én is az intézetből. De egy-két dolgot megtanultam oda ment. Például szeretni. És ez a legfontosabb dolog, hogyha valakiben észre tudjuk venni azt, hogy tud szeretni, a kedvességet. Nem csak az, hogy milyen gonosz. Az emberek már nagyon gonoszak. És nem csak erre kell törekedni, hogy egymást szapuljuk, meg hogy mennyire vagyok jobb, mint az egyik, meg a másik. Hanem mindenkinek van egy jó viszonya. Mindenkiben megvan a jóság. Csak arra kérek mindenkit, hogy vegye észre. Nem csak ilyenkor kell mondani, hogy hát ez van, meg az van. Mindenki szépen, ügyesen, felnőtt emberek vagyunk akkor. Úgy is kell viselkedni, mind gondolkodásilag, mind tettileg. És hogyha a választással kapcsolatban viszont azt, hogy nem ígérgetik el, hanem akkor ott a helyzet, akkor kell lépni, és megfontolnak lenni. És nem szeretnék személyeskedni, de meg szeretnénk köszönni polgármester úrnak ezt a bulit is, ami most volt. Ez is nagyon, nagyon jól volt. Ismer engem, Andinak hívnak, és csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy itt a két önkormányzati, vagy nem tudom kik ő, Kis Tibor meg Holókévi úr, hogy fölöslegesen bántják a polgármester urat, ugyanis ő sok mindent tett a városunkért, ez az egyik. A másik, hol voltak ő, a Kis Tibor úr, meg a Holókévi úr, hol voltak, amikor az árvíz volt? Amikor itt a kérdés, a második kérdésem. A harmadik, ne szóljon már vele, legyen szíves, jó? Köszönöm. A harmadik pedig az, hogy az önkormányzati dolgozókat legyenek szívesek és ne ócsmárolják, mert azért mindent tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy ez a város szép legyen és tiszta legyen. Ennyi. Tőlünk telik, azt minden telhetőt megteszünk. Ugyanúgy a polgármester is, én is, a többiek is. Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen! Esetleg van még valaki, aki szeretné kérdést tenni a jelöltekhez? Amennyiben nincs, megköszönöm az aktív közreműködésüket, köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm. És képviselő jelöltek, hogy elfogadták ilyen tudásunkat. Köszönöm, hogy